your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Feri, Jani, hello! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Újra itt vagyunk, hát nem óriási? Hát nem, jó, ebben a jó időben meghoztuk a jó időt. Istenem, te csodálatos újra itt lenni ebben a szép épületben, ezen a szép idővel. Hát, végre kellettünk korán, az milyen finom volt. Ezt is meg lehet szokni, csak ezt egy kicsit lassabban, mint a Szabit. Igen, 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 igen. De hamar elmegy, már mint a rossz idő, úgy értem. Persze, már holnap jó idő lesz. Hogy már egész jó lesz. Holnap jó idő lesz. Na mi újság van, mindenkinek jól telt, pihentetek, jó volt? Jó volt, kellemes volt, kényelmes volt, könnyű volt. Megszokni. Meg szeretné. De tőle. Már csak egy pár hónap, ha már csak egy pár hónap, hát ez már. Utána aztán... Levezetésnek még bejöttünk egy picit. Levezetésnek, levezetésre még jó lesz ez a pár hónap, aztán utána lehet aludni majd. Tehát nálunk mondjuk volt egy kis Balaton, hogy akkor fussunk neki ennek a dolognak, picit lementünk egy három napra lelére, hogy jól érezzük magunkat, jól is éreztük. Nagyon jó volt, tényleg nagyon fincsi volt, volt benne egy kis hajókirándulás, volt benne egy kis békesztop a Zalaszántól, meg hát rengeteg olimpia. Úgyhogy... Lementél Bacsira olimpiát nézni? Hát tulajdonképpen igen. Fürdés, Balaton, strand? Nem, egyszer nem voltam. Semmi? Nem gondolod, hogy még valami baj lesz. Egyszerűen zuhanyoztam, tisztálkodtam, de körülbelül ennyi kapcsolatom volt a vízzel. Egyáltalán nem mentem be. A család az igen, én nem. Elképesztő. Hát az ember erre a kis időre, aminek változzon meg. Igen, hát ez érdekes, igen. De... Szóval de jó volt az a lényeg. Nagyon jó volt. De egyébként egy visszatérve egy picit az olimpiára, természetes, hogy gyakorlatilag bárhol voltunk ott, mindenhol be volt kapcsolva a tévé, az emberek figyeltek a monitorokat, volt, tehát hogy a programokat is annak rendeltük alá, hogy mindig ott legyünk valahol valamilyen étteremben, cukrászdában, valamilyen vendéglátóipari egységben, ahol van televízió, mert ugye délután voltak általában a döntők, és volt olyan is például, amikor azt mondja, hogy hol is voltunk. Az Anno tavernában voltunk egyébként Szárszón, és Kozák utának az egyes döntője pont akkor zajlott, és hát mindenki felpattant az asztaltól, oda ment a tévé elé, végignézt, és a végén mindenki felállva tapsolt. És akkor mondtad, hogy 16-20-ig lehet fürdeni virág, mert 16-40-kor jönnek a lányok. Nem, mert a virág most már abban a korban van, meg olyan de állapotban a lelkiekben, hogy pont le, hogy én mit akarok csinálni. Tehát, hogy ő ezzel nem igazán foglalkozik, úgyhogy egy inkább ő hordja most már a nadrágot sajnos. Úgyhogy nem, de próbáltuk. Volt olyan, hogy mit tudom, egy cukrászdába úgy toppantunk, hogy még láttam az utolsó kajakot beúszni. Én nem néztem olimpiát valahogy, engem nem érdekelt rá. Még ugye a neten sem néztél utána, hogyha egy valaki... Tökre örültem, mikor valaki megnyerte, meg magyar, meg nem tudom, kiszámoltam, hogy hány érmünk lenne, ha nem lenne a hosszú meg a kozák. Hát, hány aranyunk lenne? Hát kiszámoltátok már? Persze, nem sok. Hát nem sok. Mindenki, hogy van? Hát ők hatot hoztak. Hatot hoztak, de gyakorlatilag két vívónk lenne. Hát ez már hozzászoktunk egyébként sajnos az utóbbi néhány olimpia során, hogy gyakorlatilag három olyan sportág van, ami tartja az esernyőt a magyar sport felé, úgy ámlok, vagy fölé már úgy ámlok, mert hogy ugye ott van az úszás, ott van a kajak, és ott van a vívás, és hát ezen kívül általában az szokott lenni, hogy hát esik egy-egy ére. Most sajnos a küzdősportok nagyon leszerepeltek, hát ott azért tudjuk, hogy lejtett erre arra a mara pálya, meg voltak ott nagyon... Azt olvastam, hogy voltak elcsalások. Bődületes elcsalások is voltak benne sajnos, de mindig, szinte minden olimpián egy-egy birkózó érem, egy-egy cselgáncs érem, egy-egy atlétika azért beesett. Most egyébként ugye Molnár Anita révén azért van egy fantasztikus bronzérmünk is, de sajnos most ezek a beesett kis potya érmek, ezek elmaradtak. Viszont a két lány megszerezte rendesen hát őket. Hát ők csodálatosak voltak. Most ugye Ákos is mondta legutóbbi hírekben, hogy odaértek a top 10-be. Tehát, hogy olyan, mint Usain Bolt, vagy Michael Phelps mellett ott szerepel hosszú Katinka, és Kozák Danuta neve is, hát ez csodálatos, ezt hallani, olvasni, látni, fantasztikus. Hanyadikak lettünk? A 12. 12? Szerintem azért de gondolod, nincs az úszó, hát meg a... Tehát, hogy, jó, hát ne igen. Nézzük már így, de két ember szerzett, érted? Ez igaz. Két ember szerzett 6 aranyat, tehát összesen két aranyunk lenne. Két vívó, senki más, azért ez nem egy erős. Ez igaz, de egész Közép-Európát nézzük, vagy saját régiónkat nézzük, még ha ezek az aranyok
voltak, elmaradtak volna, de nem maradtak el, itt vannak. Akkor is azért előkerül helyen szereztünk volna, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy gratuláljak Ausztria bronzérméhez. Egy darab bronz. És azért tettek bele egy kevés lóvét. Ne húzd őket. Nyári olimpiába is. Neki tök mindegyük úgyis. Mert tegnap is 7,5 kilométeres sor volt a határon. És ez még így is marad. Az még így is marad az ideig. Ne piszkáld őket. Na mindegy, én rájöttem, hogy engem nem érdekel az olimpia, képzeljétek el. Elengedtem, ne, tehát nem állsz mellé a 20-24-nek. Nem. Ja, a 24 nem, eleve nem. Ami nem az, amiatt eleve nem vagyok, de az, annak más oka van. Nem, nem tudom, valahogy úgy olyan sportok vannak az olimpián, amik nem érdekelnek. Melyik az? Mit tudom kosár? Én, mi ugrás? Kosárlabda. Hát, tenisz is ott van. Á, de azt sem néztem most, nagyon valahogy. Nadal is mondjuk párosban a csúcsra ért. Tehát, igen, Nadal párosba behúztam. Sikerült, a Murraynek sikerült a másodikat is összeszednie. Jó, akkor úgy mondom, hogy a legtöbb sport nem érdekel. Nem szép, hogy a nemzetek összefognak. De a kajak női négyes mert... például pont láttam. Na. Az 500-at gyerekkel néztük, otthon voltam és pont ment a tévé. Bőletes volt. És hát megnéztem, és akkor örültünk, ott ölelkeztünk a Benivel, meg tök jó volt, ő is drukkolt, nézte, hogy milyen mozdulatokat csinálok, és akkor ő is csinálta, nagyon cuki, hogy még nem teljesen értett, hogy minek örülünk, de aztán elmondtam neki, és akkor nagyon örült, de úgy valahogy aztán úgy rájöttem, hogy nem négy tudom. Évente a legnagyobb megméretet. Lehet, de benne van a baj, tudom, benne van a baj. Sportoló voltál. Hát. Igen, de hogy ez úgy nem. Annyi sport van, ami nem érdekel, rájöttem. Futnak, hogy sportlőnek, meg mit zárják tudom. Zárják be az olimpiát. Valahogy nem. Nem, hideg adjuk. De a magyar sikerek azok tök szépek, meg tök jók. Úgy látom, már rájut a politika keményen erre, úgyhogy... Már hogy ne viccelj már, hát, hogy mondhatod ezt? De az várható volt, igen. Ne viccelj már, nehogy azt mondd, hogy az első emberek csak az a lényesekkel fotózkodnak és mennek el vacsorázni. Az ezüst meg bronzérmesekkel, meg nem. Hát hogy mondhatsz ilyet? Jó, ez nálunk most jó, de ez mindig jellemző. Csak kár, hogy semmi közük nincsen ezekhez a sikerekhez alapvetően, de hát... Igen. Az első szabály volt, hogy nem utaztam el, és ez is jó volt, megmondom őszintén. Itthon voltam végig, mert dolgoztunk, két műsort is csinálunk, és nem tudtam elutazni. De nagyon jó így 8-ig aludni, az meg fél 9-ig aludni, hát. Úgyhogy nagyon nagy kísértésbe estem. Semmi, kicsi sem volt, rossz, egy-két rossz. Napot sem. Nem volt semmi, minden nap dolgoztam. Egyetlen pihenő napom volt, a szombat, egyébként végig. Pénteken kettő műsort is vettünk, úgyhogy ez most picit sűrű. De az, hogy 8-ig lehet aludni, vagy 7-8-ig, hát a gyerekek miatt, az egész más világot teremt utána. Majd jól megérdemelt pihenni is novemberben. Igen, én nagyon elgondolkoztam, hogy fölfogom ezt egy kicsit függeszteni. Addig meg kell nyomni ide utána. Szóval meg lehet szokni ezt az alvást, meg lehet szokni. Szigetese voltál? Képzeld el, hogy én annyira jól éreztem magam az orán, hogy nem volt kedvem kimenni a szigetre se. Úgyhogy nem voltam ott se. Teljesen negatívban nyomtam, visszavonultam a kis csigázomat. Nem voltam. Hogy kihagytad a Rihannát. Hallottam, Rihanna nagyon jó volt. Jó, gyerekek. 3 órás sorbaállás, bejutás, és... Így de mondom, hogy általában hakniznak nálunk ezek. Szóval a Robi is a fene se tudja, hogy nem tudják megoldani. Persze nehéz ezt így megállapítani, vagy így összerakni egy ilyen kis apró betűs részt, de hogy tényleg ezeket nem lehet behajtani ezeken az embereken. Nem. Ide jön fél órát kisik, vagy talán még többet. Oda megy miatt a több tízezer ember, aztán lenyom egy ilyen ácsorgos mikrofon mögött toporgos hakni. Nem jött ki a buszból a csaj fél órán keresztül. Akar. Megvan hát, a kép, hogy ott áll a gerendeli a buszajtóba, vagy bárki. Nem tudnak mit csinálni. Rihanna, miközben összekészítenek neki mindent, amit igen, egyébként na. Kért. Ott van neki egy ütőmágnes, szigetes póló. Hát, ami a költségvetésben bevezetett, hogy szűkös. Szóval hallottam, az nem sikerült túl jól. Ott, tehát 90 ezer ember, egy nagyon békések voltunk, szerintem mindannyian megvártuk, hát mégiscsak művész, és akkor még így neked ez le se esik egyébként, hogy a késés az azt mondja maga után, mert ott 11-kor a nagy színpad zár, hogy nem az van, hogy egyébként fél 12, egyébként hanem hogy a hakni, érted, a másfél órás hakni az 1 órás lesz. Ez így le se esik, megvárod, és akkor utána elkezdődött a dolog, olyan értelmetlen zenei betétek voltak benne, amikor a művésznő levonult 2 percre pihenni, vagy 3. Jó, és azt látod, egy óra azért kifárad egy óra alatt. Hát azt a tempót, amit nyomott ő, és hogy legalább átöltözik, kicsit megvillene, semmi, hát ugyanabban is Obi-Wan Kenobi. Meg Elvis Presleynek ez jól áll, de hát érted, Rihanna azért nem ugyanaz, a kategória. Obi-Wan Kenobi ruhájában, ilyen barna csuhában nyomta, a gitáros konkrétan támaszkodott a gitáron, és unatkozott. Érted? Hogy legalább biztos kapsz érte pénzt, haver. Hát legalább mozogjon a kezed, vagy valami, fogják ért, akkor hát meg csináljuk. Ez meg a 11 órás zárás, tehát hogy az, hogy nyilván mondták nekünk, kedves Rihanna néni, az a helyzet, hogy itt vannak olyan jogszabályok, amik nekünk meg kell felelnünk, meg itt van mindenféle ember, aki még itt lakik a szigeten kívül, ők úgy döntöttek, hogy 11 órakor zárjunk be, tehát hogy akkor ennek megfelelően legyen szíves elkezdeni a koncertet, és nagy betoljék rá. Igen.
mondtam, ki se jött. Hát és mondom, hozzá nem tudsz oda menni. A menedzsmentnek nyilván mondtad, hogy nem kéne kezdeni a művésznővel, mi van, rosszul van, beteg, jöjjön ki a buszból. Legalább sem. De most elment Belgiumba, hogy hogy ott is elsütötte ugyanezt, azt olvastam. Komoly. Ott is nagyon sokat vártak rá, nagyon nagyot csúszott, a ruhájával volt probléma, és ott is valami nagy hiszti. Leesett a válpánt, vagy mi nagy hiszti volt. Mi volt, ami jó volt? Nagyon-nagyon sok, nagyon jó koncert volt. Az ilyen mainstreamből, tehát na, a nagy dologból, például a John Newman nevezetű fiatalember, figyelj, ott belehalt a csávó, olyat csinált, hogy ugye most kiderült, hogy tumor van az agyában, és ez már második, így 25 évesen, ezt szerintem nem olyan jó dolog, már egyszer ki, ezt nem, kijött, és olyat énekelt, olyan volt a zenekar, úgy sütött a tűz, a térdre rogyva, érted, mindent odaadott a közönségnek. Az például, ez egy délutáni koncert, az akkor 5-kor játszott. Az nagyon jó volt, akkor a Muse volt ilyen izgalmasabb, azt szeretik így a népek, de én aztán olyan sokat a nagy színpadnál én nem volt. Aha. A világzenei színpadon ott viszont óriás tombolás. Ott a Manu Chao, meg ezek? A Manu Chao az nagy színpados volt, aha, az is jó volt, de ott például tök érdekes volt a közönség, hogy a magyar közönség, akik kimentek a nagy bulikra, jó, mondjuk a Rihanna nem lehetett tombolni, tehát azt értem, de hogy egyébként meg most már az a divat, hogy így nem nagyon tapsolsz. Tök érdekes, de tetszett mindenkinek a buli, és akkor úgy áldogáltak. De annyira részeg már mindenki. Igen, nem bírta. Hát hogy tapsolja, érted? Ott az egyik ezben a 3000 forintos lángos, meg az 1500-ös sör. Nem volt 3000 forintos. Nem volt annyi jó vágon, akkor megint volt. Nem, tényleg nem volt ez. Mi van, be vagy rágva a szigetre? Vagy mi van? Hallom, hogy mérges vagy picit? Voltál kint? Ja, nem. Van más információ. Más vonal. Más vonal. Nem hoznék most be, de hát, hogy egy... Sok volt a magyar viszont. Ahhoz képest, szerintem ahhoz képest, ami mondjuk tavaly előtt volt, sokan voltak magyarok, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, ingyen jegyosztogatás történt, vagy valami. Bár ezt ugye elmondtuk a Robi koncerten is, hogy a harmadik kerületi kisnyugdíjas, hát ez mindenki ott volt, és a Rihannára is ugyanígy szerintem kijöttek az emberek, úgyhogy nagyon-nagyon sok magyar volt. Jó, én szeretem, még mindig. Ja, tényleg, persze, ti mindig kim vagytok. Mi is sokszor mentünk, Viki is volt, én most idén úgy döntöttem, hogy nem. Megvonod. De nem kerestek, szóval, hogy kicsit fáj, nem hiányoltak, hogy miért nem megyek. Nem csörgött oda 90 000 embe. Nem csörgött oda. Hol vagy, Bali? Miért nem jössz ki, Bali? Gyere már ki, mert nagyon hiányzol itt a szigeten. Úgyhogy nem, idén ez kimaradt. Beni is kim volt, neki is nagyon tetszett. Tök menő. Úgyhogy mindenki szigetezett a családból. Tűzijátékra kidobáltad őket? Nem érdekel a tűzijáték, rájöttem. Hát mondjuk minden évben ugyanaz, ugye? Tehát, hogy augusztus 20-án. Nem érdekel a tűzijáték se, arra is rájöttem. Csó mindenre rájöttem az egy hét alatt. Nem érdekel az olimpia, és nem érdekel a tűzijáték se. De elhívott egy barátom, hogy menjek át hozzá beszélgetni, mert hogy onnan nagyon jól lehet látni a tűzijátékot, és kiderült, hogy hülye elnézte, mert nem lehet jól látni onnan a tűzijátékot. És úgy emlékezett, vagy 21. Nem úgy emlékezett, hogy tőle nagyon jól lehet látni, és csináltam egy videót, hogy az utolsó rakétának az utolsó részét láttad, hogy föllövik, meg így, ahogy bevilágítja az eget, tudod. Tehát azt láttuk mindig, hogy milyen színű rakétát valami lőnek, mert a narancsárga volt az ég. De a tűzijátékot nem lehetett látni. Ez egy vízeljáratnak a helyzetjelzője volt valójában. Úgyhogy ott voltunk hatan, az nagyon jó, hogy beszélgessünk meg közben az erkéről, nézzük meg a tűzijátékot. Ebből minden megtörtént, de a tűzijátékot nem láttuk. És akkor nem volt. Akkor közben rájöttünk, hogy nem érdekel minket a tűzijáték. A tévét nem, mert nincs áll a tévébe kötve. Tehát nem tudtuk tévé nézni, úgyhogy beszélgettünk az RK-en, de abban sincs már olyan sok, aha, nem? Felnőttünk, hát vagy úgy nem tudom. Legalább, hát őket mindig nem, rabaszoltam, nem mondtam el neki, hogy van. De ügyes. És akkor így viszont igen, nem volt hiányérzetet. Hát őt se érdekelje. Nehogy már. Hát nehogy már kitalálja, hogy el kell menni ott aztán tűzijátékot nézni. Meg a saját hátsó kertes december 31-i után értelem, most mit tudom dobni. Az meg a másik kérdés, a szüli napján nagyobbakat durantunk. Hát ez más műfaj. Titokban aljas módon elhallgattuk a gyermek elől, hogy tűzijáték van, és ezért nem nézett átsingozó tekintettel, hogy vigyük már el, hanem teljesen lelki. Fél 9-kor elvonult aludni, utána én megszöktem. Jó ez. Mi is konkrétan együtt elfelejtettük. Tőlem nem, mi, bennem nincs bennem a választásom, hogy tűzijáték milyen volt. Mondom, volt. Basszus, tényleg. Letöltöttem a taplótélapot, azt néztük. Tehát, de jó az. Nem akartunk már, hogy össze-vissza kapcsolgatni, az is jó. Igen, a tűzijáték, én láttam már eleget, nem? Jó, de szóval, hogy... kéne, de gyereknek szerintem, hát figyelj, csillogó szemmel persze, lesz. Ha tudja róla. A virág nem, de... Ha tudja. Így van, egyébként. A virág az, hogy akkor a telefonon nézni azt is. Mi? Nem mondta, hogy te felautóztál, beültél a 2 millió ember közé a Lánchíd alá, és tapsolva ujjongottál. Velencén nézünk tűzijátékot. Olyan messze, olyan magas vagy? Nyakadba fölül. Az iskolán. Fölvetek fákozra? Dehogyis, hát nálunk nagy izé volt, fél órás tűzijáték, tó közöpése. Megőrülés, saját tűzijátéka van Velencén.
így van. Micsoda. Hát vicces. A nagyobvárosokban van. És persze, szembe volt Gárd, a Nyagárd, úgyhogy mi hármat tudunk nézni. Nem ilyet, mint a Pesti egyet, értem. Volt Debrecenben is. Gárdonyban. Hogy? Felültek, azt a nézd, már kényszerült, hogy a három pirosot hozzonyja. Most vicceltek, de nagyon komoly volt. Igen. A velencei félórás tűzijáték volt. Ebből mondjuk negyed óra lézershow, de tök mindegy. Tehát érted, így jött ki a fél, egy negyed óra lézershow az Agárdi Popstrandról. Igen, nem. A Nádas diszkóból. Nem tudjátok, te a kis térséget tiborjátok lábbal. És ebből 20 perc azért történt, valaki elejtett egy csikket. Igen. Nagyon jól csuk el. Talált meg. Több ezer ember a korzó. Mindenki várta, és akkor szóltunk, hogy nem hátra nézni előbb, mert ott van mögötted a lézersó, és utána pedig a tűzijáték. Egyébként szerintem minden település csinál, tehát 5000 főnél, ha több. Van egy csomó hely, csomó nagy megyeszékhelye, meg mindenhol van, persze. Ezért jó, amikor mondják, hogy a fővárosi mennyibe került, mert hogyha meg összeadnák, hogy az egész országban mennyibe került, akkor megint ott tartanánk, mint a szockó érában, amikor ezzel vakították a népeket, Kádárik. Igen, de elmentem ott a Hungáriára, meg láttam, hogy emberek sietnek, hogy le ne maradjanak a tűzijátékról, érted? Futnak, rohannak, tapossák egymást. Szóval, hogy így... Nincs parkoló, nem tudsz megállni. Belváros nagyon lezárva, nem. Hidak lezárva, és ott is ugyanaz történik, mint a Rihanna koncerten, hogy egy órával előtte akarsz kiérni, nem lehet, oda kell jönni délután, lerakod a kocsit, besétálsz, megnézed. Akinek öt anyja van, az üljön ott három órát. Tudom, hogy téged komolyan már, mondom, ugye, nem érdekel. Délután négykor letelepedjek, hogy jó helyem legyen. Igen. Kiszárad, vagy fél kakós csigában, meg egy sósperec. Ott várjam a 9 órát már, de már 4 órája nem mentél sehova, mert nem mered otthagyni a helyedet, tudod, le a kalappal. És utána még egy óra, amíg kikeveredsz a többekből, és felszállsz a hévre, vagy megtalálod a kocsidat. Le a kalappal. Ára van. Mind, az élményekért szenvedni kell. Le a kalappal, aki megtalálod a kocsidat Mikulás csomaggal. Ja, és megbüntetnek, igen. És kerékbirincse. Igen. Na, nézzük akkor, mit érnek gyorsan hallgatni. Nyíregyháza nem lehet hallgatni titeket, áttekertem a Petőfire, 2 perc után inkább kikapcsoltam, Kazi. Vagyunk Nyíregyháza, miért nem vagyunk? Megszűntünk, vagy mi van? Szépen fokozatosan kapcsolnak le minket. Nem egyszer majd novemberben, hanem heti egy adót lenyomnak mindig minket. Meg nagyon népszerű egyébként az új alakult Petőfi, tehát nyugodtan maradj el, én ezt többször hallottam, meg láttam a tévében 1 percben. Gyerekek, én belehallgattam más rádió reggeli műsorokba, és nagyon komolyan belehallgattam hosszú ideig. Hát, felértékelődött a best of funk. Nem, én picit elszomorodtam. Nem, elszomorodtam tényleg. Tehát, hogy így... Hogy űrt hagyunk magunkat. Nem magunkat éltetve, hanem a hiányérzetet megélve, hogy annyira jó lenne, ha lenne sok jó reggeli műsor, de tényleg. Tehát, hogy így mindenféle bántás nélkül, nem is mondok senkiről semmit, csak úgy belehallgattam, és úgy valahogy úgy nagyon-nagyon erős hiányérzetem volt. De nem azért, mert mi jól csináljuk, mert minket is sokan nem szeretnek, ezzel nincs baj, hanem nem tudtam röhögni. Senki nem tudtam röhögni. Tudom. Pedig nem kritikus füllel hallgatom, hanem úgy tök kíváncsi, hogy na, akkor valaki hátha megnevette. Egyről tudunk, ott vannak a paksiak. Igen, de őket nem tudtam, ráhangolódni. Szóval, hogy nagy baj van egyébként. És az, hogy senki nem csinál mást. Jó, mondjuk ebben a nihilben, amiben te élsz, hogy nem érdekel az olimpia, nem érdekel a tűzi játék. Aztán rájöttem, hogy nem érdekelnek a rádió reggeli műsorok. Ugye kikapcsoltam. Nem érdekel semmi ezen a héten. Durcás kis malacba nyomtam a héten, és rájöttem, hogy semmi. Az ég egyetem. Ha nem érdekel, sem érdekel. Igen, rájöttem, hogy már az érdekel. Az érdektelenség is érdektelen. Igen. Aztán egyre több a közös bennünk, látod, én is. Etűzel játékot, se olimpiát nem néztem. Ez jó, hajrá, srácok, jó, hogy itt vagytok. Bálint küldte nekünk. Na jó, akkor aki játszana velünk, az írjon nekünk, jó? De érdekel most őszintén, hogy írjon. Az egy csomó minden, nem? A hallgatók és a műsor az abszolút érdekel. Úgyhogy lehet küldeni nekünk SMS-t, ha játszanátok, jó? 0-0, új hét indul. Úgyhogy verhetőek vagyunk, a héten jelentkezzetek játékra. Mi pedig jövünk Ákos után. Mi újság gyerekfronton? Hű, nagyon hosszú lenne. Én együtt érzek veled. Nem, egyébként nagyon kedvesek, aranyosak. Pont még egy 20 percet azért aludnék minden hajnalban. Meddig? Hányszor kell? Hát 3-20-kor elkezd mocorogni a kicsi, és akkor azt meghallja a nagy, akkor elkezd sírni, hogy akkor nem ővé legyen anya inkább, és borzasztó. Egyébként úgy ébredtem az egyik nap, hogy a feleségem topja volt rajtam, és akkor kapaszkodott a gyerek. Már csak egy ugrás, hogy felvedd a magas sarkuját. Igen, nem, és egy ugrás a harmadik gyerek. Használ az alapozóját. Hogy
keresek. Van egy-két kompromitáló kép azóta. De ilyenkor pótanyukát játszol? Nem, az, hogy a fiam csak úgy hajlandó elaludni, hogyha kapaszkodik a feleségemnek a topjába. És akkor lerángattam róla, hogy jó, én is nagyon álmos vagyok, mindenki nagyon álmos, akkor legyen ez. Valószínűleg az illatát érzi, tehát tegyetek be valami olyat, ami egy ilyen ruhadarab volt, ami a párodé, mert valószínűleg attól nyugszik. Azzal már nem lehet átverni. Nem? Csak a top? Nincs. Tegyél bele egy guminőt. Kiszedem a szekrényből. Régi darabot. Új fel egy fantomanyát. Na jó van, Ákos. Meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után a játékkal. Írjatok SMS-t, ha játszanátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. A Klassz FM-en. 8-10 pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Végre élő írja egy hallgató, tököm tele volt már a Best of-val. Olyan jó voltak. Külföldi számról jött, tessék? Olyan jó kis Best of-ok voltak. Jók voltak, igen. Jók, és jó messzire visszanyúltunk. Igen, Annával úgy válogattunk, jó. 3-4 éves anyagok is lementek egyébként. Trafi Jászberényben a Jászteleki úton Csikusz küldte Hegyeshalomnál, vagy Hegyeshalomban a határon nincs várakozás, halad a forgalom. Az M1-esen mérnek a felüljáróról a rendőrök a 87-es kilométer nélkül Győr irányába. Micsoda? 87-es kilométer nélkül Győr irányába. Kőnél biztos, csak átírta az a izé, hogy hívják. Igen. Prediktív szövegbevitel, vagy mi az Isten? Nem az jött, amit szerettél volna. Na, nézzük meg, hogy ki a hét első játékosa. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Ha, jó reggel, gonosz banda. Erika vagyok, sziasztok. Erika, hello, honnan hívtál minket, Erika? Én Vajtáról hívtalak benneteket. Vajt, és mit csinálsz ott? Hát most jelenleg majd munkába készülök, de most egy csomagot kell nyernem. Kiadta a lányom utasítást, mert reggeli kívánsága az volt, hogy ma van a szülinapja, és légy szíves nyerjen nekem egy csomagot. Na, alszik még? Nem, a konyhába hallgatja a rádiót, és azon szurkol, hogy meglegyen a csomag. És hány éves? Hát 15, igazából azt szerettem volna, ha ő játszana veletek, de aztán az volt annak érése, hogy inkább én. Bár ha ti beleegyeztek, én nagyon szívesen adom neki a telefon. Szegény, hát, stresszel. Hát az játszon, aki szeretnétek, hogy játszon. Hát én szerintem Anna se azt mondta, hogy ne játszon, nem, a lányot, nem azt mondta, itt konkrétan. Akiben nagyobb hajlandóságot érez, gondolom, az irányba lökte a játékot. Hát játszon az, aki akar. Hát ha te szeretnél neki nyerni, nyerje, ha ő akar játszani, játszon, nekünk mindegy. Igen, mondjuk ez a másfél a család, ez nagyon szimpatikus. Tehát, hogy ha megnyered a csomagot, akkor ott van, oké, köszi, boldog szülőnapot, ha meg nem, akkor meg anya! Vagy hát ugye béna! Megkérdezhetem tőle, hogy szeretne veletek játszani? Jobb mert később, mint soha. Dumáljatok, persze, mégis csak az anyja. Beszéljétek meg, abszolút nyugodtan. Itt hogy szeretne veletek játszani nagyon, hogyha ez nektek nem probléma. És közben távolodik. Hát nekünk nem. Kapadozik a telefon után. Na, hát akkor adod oda nekünk, és akkor játszunk. Jó, a szülinaposra. Jó, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok, Sziasztok, jó reggelt! Hello, mondja a hangod, nagyon hasonló. Hello, hogy nem te kezdtél, Fanny, hello, Fanny. Ma szülinapos vagy ma? Igen, ma vagyok 15 éves. Nem voltál elég bátor, vagy kicsit bizonytalan voltál, hogy játszál-e? Hát nem, igazából így anya, aztán... Ma már erőszakos kicsit. Igen, majd jó, értem, persze. És Fannikám, hát mi, hogy telik a szülinap, jó? Hát eddig jó, amikor az ajándékcsomag is becsúszik, akkor remélem, hogy... De ez csak rajtad múlik. Mi mindent elkövetünk, hogy ne csúszom be. Más nem is kapsz, Fanni. Tessék? Tehát más nem is kapsz, ezt mondta anya, hogy ez a szülinapi ajándék, hogy játszhatsz velünk. Nem, azért kaptam mást is. Na, jól van, kit választanál? Ferit. Jó ide, Ferit. Jó. Nagyon jól van, jó. Akkor indítjuk is az órát. Jó, esetek egymásnak, aztán meglátjuk, lesz-e szülinapi ajándék, Ani? Tritóban fejlő. Mit kaptál még, Fanni, szülinapra? Hát egyelőre... Igen. Oh. Oh, hát akkor ennek itt a vége. Nekem úgy tűnt, mint egy igen. Szép volt, Feri! Fannikám. Küzdöttem, mint az állat, tényleg. Aha. Fanni, édesem, nem? Jaj. Jó sarokba szorítottad Ferit.
Kapkodott itt össze-vissza. Mit kérdezzek, hogy... Mégiscsak anyádnak kellett volna játszani, látod? Lehet, hogy tovább bírta volna. Fanni, ennek ellenére azért nagyon boldog születésnapot kívánunk, de... Köszönöm szépen. Ajándékcsomag nélkül telik el ez a születésnap. Köszi, puszi! Köszönöm! Ciao, hello! Szia. És azt se ígérhetjük, hogy majd jövőre, mert hát... Hát az még nagyon messze van, igen. Könyörtelenek voltunk? Nem voltunk. Hát tessék megdolgozni, azért a születésnap van. Hát muszáj mindenkinek megdolgozni. Nem? Szerintem ez így korrekt volt. Nekem nagyon igennek tűnt. Hát én csak kérdeztem. Hát akkor egy nulla. Hát az igen volt, azt már nem lehet kimagyarázni, igen. Na jó. 3 perc van, 7 óra, jövünk Ákos hírei után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Kimentet a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már élőben egyébként, úgyhogy majd nem tudom, napilappal vagy valamilyen élő fotóval apostrofáljuk, hogy már élőben vagyunk. Véget ért a... Már másfél hét nem volt. Egy hét, egy nap. Egy hét volt. Egy hét, egy nap volt, igen. Meg egy kicsi kis péntekecske, amikor nem voltunk. Úgyhogy most már élőben vagyunk. És mindjárt esik az eső itt Pesten. Ebből tudhatjátok, hogy az élő. Borzasztó. Igen. Hát ez nem volt erős ez a nyár, igen. Mi van? Új Bon Jovi van? Vagy mi van? Nem, hát olyan... Vagy ez egy régi, amit újra írtak, átírtak? Vagy ez egy új Bon Jovi? Vagy most ez mi volt? Ez a Ez az a, igen, az a track, amit valószínűleg átugrottam a legutóbbi albumon, hogyha az volt rajta, ez a Burning Bridges nevű album, ez 2015-ös tavalyi, arról én már behoztam egy húzósabb nokot, tehát az be is került, egyszer játszottuk is, de látom, hogy most... Ezt igen, inkább ezt szeretjük, 60 éves az ember, olyankor már nem lehet szöveggel tanulni. Mondjuk szeretnék úgy kinézni 60 évesen, ahogy ő. 60 éves a Bon Jovi? Hát tényleg? 60 éves, értem, már úgy hosszú szöveget nem akar, és akkor azt mondták, figyelj, írjunk olyan leszvényt, hogy azt megjegyzed, meg, mehetünk. Igen, legyen vele sok azt nem kell megjegyezni. Így van. Még csak 2 perc a zenélünk. Minden, akkor hózunk még egyet, hogy meglégy. Igen. Na mindegy, jó, szóval, hogy igen. Szóval úgy Bon Jovi van. Tudnánk mondani 20 olyan számot, ami helyett jobb, hogy ez ment le. Igen, állítólag nem ő írta a Magyarország halszagút? Vagy nem? Bon Jovi. A Bon Jovinak is írt, meg a Ricky Martinnak, meg egy csomó mindenkinek írt. Aztán a Keep the Faith, vagy valamelyik nagy Bon Jovi dalt ő írta. Aki most lepasszolt nekünk egy ilyen... Ez Monchide írtak. Egy csomó minden. Nem ezt, nem ezt, egy csomó Bon Jovi dalt meg. Az egyértelmű, meg Kiszt, meg ilyen, tehát óriási világslágereket. Nem mindenkinek ír világslágereket. Nem, vagy nem úgy írja. Nem, mert eredetileg van ez a nóta, igen, amit most mi kaptunk meg, ez eredetileg ugye a Magyarország halszagú, ez eredetileg Szardíniának készült volt. De már ott nem ment át. Ez egy ilyen second hand dal, tehát ez már valahol lehet, már elsütötték valami kosárlabda csapatnak, Detroit, nem tudom hol pontosan, de hogy ezt elsütötték valahol. Kicsit áthangszerelték azért, hogy ne legyen annyira, de... 2 nap után mindenki kiderítette, hogy akkor ez honnan származik ez a dal. Hát ott inkább a szöveggel van a nagyobb baj szerintem, tehát hogy ott egyrészt a félrehallása ennek a halkszagúnak, vagy halszagú, vagy mi az eredet? Hald szavunk szerintem. Ja, én azt hittem, hogy Magyarország halkszavú. Magyarország halszagú. De halszagú. Magyarország halkszagú. Tényleg az ág is húz. Tényleg, itt van egy világhírű dalszerző, mindenki ismeri, bármerre mész a világon. A legnagyobb tényleg rockslágereket, arénanok slágereket ő írta, és akkor kapunk magyar tőle származás. Kapunk tőle egy ilyen dalocskát, igen. Igen. Hát kiderül, hogy ezt már megírta valahol valakinek. De nem szólt, amikor ezt átküldte a dal? Hogy srácok, ez már megy, valahol picit átpiszkáltam, de az nem ott olyan jó sikerült. Elfelejtette, hát annyit írt. Elfelejtette. Igen. Azt mondja, hogy Soproni határon pár száz méteres torlódást kezd bedugulni, Zsebi Baba küldte nekünk, Kelet-Magyarországon csak gyengi, hogy egyáltalán lehet hallgatni benneteket. Tudjuk, rajta vagyunk, köszönjük, Gyula. Felszállt a kis sárkerepülőjén, és már vitorlázik a viharfelhők alatt Nyíregyháza felé, hogy megcsinálja az adótornyot. Már reggel megkaptuk a jelet. A leszállás lesz nehéz, Gyulának a pocak hamar leér. Igen. Gyurgyalag írta egyébként az SMS-t, aki ez alapján ismeri, adja át neki, mert hogyha most minket nem lehet ott hallani, akkor ő sem hallja, hogy most mit válaszoltunk. Igen. Szóval tudjuk, hogy nincs ott adás, de rajta vagyunk, és köszönjük az észrevételt, igen. Soroksári úton baleset befelé, város felé, Papino küldte nekünk, motoros gázolás, ez ugyanaz a Soroksári, Szabadkai út kereszteződésében halad a forgalom. Ért parkváros M7-es felhajtó Budapest felé elakadt kamion, alakul a dugó, Török Bálint felé lehet kerülni, és azt mondja, hogy Hegyesalom a határon nincs várakozás.
Na. Na most van, vagy most nincs. Nincs, tehát hogy jól lett. Jól lett. Áll. Az egész. Igen, nem kell várakozni, mert nem biztos, igen, hanem telket kell venni és házat építeni, ha hosszú távra kell berendezkedni. Igen. 54 éves a Bon Jovi, csak mondom, tehát ne öregítsük. 54. Na akkor viszont nem néz ki jól. Ha 60, akkor nagyon. 54, hát akkor viszont sikerült. Nézd meg, tényleg valahol szomorú, de nézzük meg azért az átlag magyar 54 éves rockzenészt, hogy ő hogy néz ki. Jó, mondjuk, hogy nem minőségi piákkal mérgezi magát. Itt távon annyi Éva Vermutot, meg Katalinka vodkát, meg nem tudom, meg keverted, érted? Mindent, hát, minden. Csoda, hogy a nagy zenészeink még életben vannak. Hát nem, van azért, amit elfogyasztottak az elmúlt 50 évben. Csúnya dolgok történtek ott. Aztán sok házi hátul. Na, amíg mi pihentünk, addig a hazai Ace Ventura éjjel-nappal dolgozott. Bodzoliról van szó, ugyanis riasztották őt egy egészen fura esethez, és arra gondoltunk, felhívjuk, mondja el, hogy mi volt ez az eset. Röviden csak annyit, hogy egy nő felhívta éjszaka, hogy csipog az orchideája, és menjen ki. Csipog? Csipog az orchideája. Csipog, aha. Csipog az orchideája, jöjjön ki, nézze meg. Kiderült, hogy a rendőrség adta meg a telefonszámát az Olinak, mert hogy csipog orchideákkal a rendőrség nem foglalkozik. Ja, aha, vagy ők nem tudtak vele mit kezdeni. Mondták, hogy ezt ők nem, nekik túl durva. Ők nem mennek vagy ki csipog orchideához. Vagy a figyelmeztetőlelések ellenére sem reagált az a csipogó valami az orchidea bokorban. Nem akart az orchidea túlsztárgyalni, nem engedte el a foglyokat, ezért kellett Bodzolit hívni. Tegye fel a kezét és sétáljon felénk! Lássuk mind a két kezét csipogó! Mondta az orchidea. Döbbenetes a sztori, de Zoli kiment, és rájött, hogy miért csipog az orchidea, és ezt akarja most nekünk elmondani. De ez a többi orchidea tulajdonosnak is tanulságos, hogy mit csinálok, ha csipog a növény? Mit csinálja, ha éjszaka csipog az orchidea? Csipog az orchidea. Most a korábbi bodzolis sztorikból, vagy a legutóbbiakból kiindulva, amikor ugye kiderült az áspis kígyóról, hogy slag, meg hasonlók. Igen. A viperáról, hogy homoki sikló, meg nem tudom, meg sima mezei sikló. Itt is kb. Az történhetett, hogy valaki rettenetesen megmondta, hogy még a nyári szünetről is állandóan csipog az a rohadt ébresztóra, mint az ablakon, az beesett a bokorba. És egy csipog az orhide. Nem, ugye a néni nagyon be van gombázva. De mindjárt elmondja nekünk Bodzoli, aki itt van már. Zoli, jó reggelt! Hello! Szia, Zoli! Jó reggelt! A csipogó orhidea. Hello! Na, tényleg megszólalt a telefonot, hogy menjek egy orhideához, ami csipog. Érzétek, hogy éjszaka, már azt hittem, hogy a Szilágyi szórakozik velem, mikor gondoltam, hogy ő lehet a háttérben, felhívott engemet egy hölgy éjjel, hogy a rendőrségtől kapta a telefonszámomat, hogy neki csipog az orchideája, de ez több napja hallja már, és hát gondolom jót röhögtek a központban, a rendőrségi központban, és gondolták ez a Bodzolinak, hogy testezálló feladat lett. Küldjük ez a csávhoz. És hát adjuk már ki a Bodzolit számát, ilyen 3-kor, érted? És akkor felhívott engem a hölgy, elmesélte, hogy miről van szó. De várjál, de hogy történt? Megszólt a telefonon, te mindig felveszed? Tehát induljunk onnan, hogy álmosan beleszóltál. Fölveszem, álmosan beleszóltam, hogy halló, tessék, és akkor elmesélte ezt a... De várj, egy ilyen zaklatott hang. Ott volt, annál beszélek. Hát tényleg, amúgy tényleg nagyon be volt parázva, és komolyan is gondolt. Én először azt hittem, hogy vicc, de komolyan is gondoltam. Mondom, először Szilágyira gondoltam, hogy ő szórakozik velem, és akkor utána... De várj, mit mondott? Tehát jó napot, a Bodzolit keresem, igen? Elmondta, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy neki csipog az orchideája. Tehát én még ilyet soha nem hallottam. Csipog, és ezzel a szóval csipog. Mondta, hogy csipog az orchideája, és azt is mondta, hogy utána nézett ennek, és ez akkor lehetséges, hogy csipog, ha a madárpók költözik be az orchideába, illetve az orchideának a földjébe, mert hogy ő most vett egy barkácsáruházba földet, ilyen orchidea különleges földet, és azt mondta, hogy lehetséges, hogy azzal a földdel együtt hoztak be madárpókokat, és azok csipognak benne. Csipognak, mert hogy madárpók, és a madár az csipog. Adott hangot a nő, amikor betelfált? Mondta, hogy megkérdezhet, hogy milyen hangot ad, és akkor mondta, hogy csipogja el? És akkor így elkezdett el csipogni, de ugye tehát ez a történet azért nem állja meg a helyét, mert ugye hát a pókok, a madárpókok azért nem csipognak, tehát itt már kezdtem érezni, hogy itt valami, valószínűleg, hogy a szigetről itt duhadott hazafele a hölgy, és azt egy kicsit a kannásbor túlöntötte magának, tehát ilyen azért... És hogy csipogott? Azért, milyen hangot adott neked a telefonban, nő? Hát elmutatta, hogy csíp, így mutatta. Nagyon jó. Engem most levert a víz. Úristen, azért fél kettők, hogy fiánom, amikor valaki belecsipog a telefonodba, hogy a csipog az orchideája, azért az elég szürreális. Na de hát azért voltak már ilyen különleges sztorik is,
de mondom, ez volt a legkülönlegesebb sztorim, és mivel én a szerdi tónán voltam, akkor megkérdeztem, hogy akkor induljak-e. Megkérdeztem, hogy először is miért nem az Oázis kertészetet hívta fel ilyen sztorival, tehát miért pont a Bodzolit hívta fel, és a rendőrség az én számomat adta ki. És hogy tudtad megnyugtatni, vagy mivel beszélt? Oda mentél? Nem. Az Orhideához? Próbáltam még beszélgetni, hát ezért nem mentem még oda az Orhideához, először próbáltam nyugtatni a hölgyet, hogy tehát ilyen nincsen, hogy madárpók elkezd csipogni, tehát én még nem hallottam olyat, hogy egy pók csipog, és akkor kezdve biztos, mondom, na, biztos, hogy ilyen nincsen, hogy csipog az olyan, és akkor elkezdtem rábeszélni, hogy ez valószínűleg, hogy halucinálja, és akkor már is itt a végén, hogy ezt ő halucinálja. Uh-huh. Tehát finoman mondta, rábeszélted arra, hogy halucinál. Én praktikus hát, tanácsokkal nem láttad el, hogy dobjon bele egy marék darát, vagy ilyesmi, hogy ha marad a csipogás, akkor eszik. És akkor végén, mikor megnyugtattam, akkor azért mondom, de azért adjon reggel egy legyet a földnek, mert a pókok azzal táplálkoznak. Aha. Atyaisten. De ilyen nincsen. Tehát azért gondoljunk bele, tehát én még ilyen nem hallottam, hogy csipog az orhidea, meg a madárpók, ami bennem az, a pókok azért nem csipognak. Tartok én is otthon pókokat, a pókok nem csipognak, és soha nem hallok. A csirkék szeretik az orhideát, hogy a szomszédból lehet, hogy átjött egy... Aznap éjszaka már nem hívott a nő többen? Tehát megnyugodott? Aznap éjszaka már nem hívott, másnap reggel hívott, illetve délőtt hívott még föl engem. Megint hallotta ezt a csipogást, de hát akkor már tisztának tűnt a nő, már mint akkor már nem volt annyira zavart, és akkor még egyszer megkérdezte, hogy ugye biztos nem fordult el, mert ő retteg a pókoktól. Na jó, de akkor mit csipog? De igen, az ember is, hogy mit csipoghatott valójában. De egyáltalán ti elhittek, hogy valami ott csipog? Hát csak hallja. Hát valamit hallott, valószínű, hogy valamit hallott, ha csak nem volt. Honnan hallja? Tehát én azért, én megmondom nektek őszintén, hogy kérdezgettem, utána kérdezgettem dolgoknak, mert ugye engem, másnap, mikor visszajött, engem sem hagyott nyugodni ez a dolog. És én utána kérdezgettem, hogy nehogy én legyek a hülye, de senki nem hallott még ilyenről. Senki nem hallott még ilyenről, hogy esetleg a virágfölddel, ugye sok mindent be lehet hozni exotikus országokból, ugye déli gyümölcszállítmánnyal is korpolyót, madárpókot, ugye kígyókat, de olyanról még nem hallottam, hogy ugye a madárpókot behozzák földdel, és az elkezd csipogni. Hát ilyenről még nem hallottam, ilyenről nem is volt szó soha az életben. Hát hogyha rutinos lett volna, akkor azt mondtad volna, hogy van ennek a témának egy magyarországi szakértő, hogy csak ő tud segíteni, Szilágyinak hívják, ma is már mondom is a telefonszámát. De át kellett volna dobni, amúgy persze. Amúgy lehet, megfordult a fejembe, hogy ő az, pont azért nem adtam meg az ő számát, mondjuk azt kellett volna. De a Szilágyi nagyon el van foglalva, mert Veres Egyházzal farkasokat szoptat már egész nyáron, úgyhogy... Farkasokat szoptat egész nyáron? Figyelj, egy az melós, az egyébként fárasztó. Az, igen. Tehát egész nyáron farkasokat szoptatni, az így le a kalappa. Ráadásul talán neugralózni kell a csecsedet. Most a mennyitet szoptattam. Zoli, ez hogy van, hogy gyakorlatilag a te telefonszámodat bárki megkapja, tehát betelefonál valaki a rendőrségre, hogy kígyó van nálam, akármi, akkor egyből téged kiadnak? Hát egyből. Ezek szerint hallod, hát a csipog orhidára is kiadnak. Most már csak ilyen melókra adják a telefonot, komolyabb melókra már nem, a Szilágyit hívják, már engem már csak ezek a csipog orhidákra fognak. Szóval téged cumira tett az ORFK. Valószínű egyébként, igen. Hát persze, valószínű, én is úgy gondolom, hogy hát most már 16 év alatt most már gondolják, hogy ezeket a melókat lepasztoljuk a Bodzolinak, szerintem ezzel ő majd tud vele mit kezdeni. És a nő ragaszkodott ahhoz, hogy egyébként kimenjél hozzá? Hát először még igen, aztán mikor elmeséltem neki, hogy ilyen valójában nem létezik, én még nem hallottam róla, meg nyugodjon meg a madárpókok, tehát ő igazából a pókoktól félt, a rovaroktól, főleg a madárpóktól, mert azt hallotta, hogy ez valószínűleg madárpók lehetett. És akkor én mikor elmagyaráztam neki, hogy tehát ilyen nincsen, én is tartogottam madárpókok, soha nem hallottam még ilyet, nem tapasztaltam még ilyet, és akkor szépen megnyugodott a hölgy. Mondjuk másnap még mondom visszahívott, akkor már nyugodtabb volt, de akkor is elmagyaráztam neki. Igen, akkor azt mondta, hogy a hang utánz a tulipán. Menjen be az Oázis kertészetet, hogy a Veresegyházi Maci Parkba, és keres a Szilágyi István, és beszélgessen vele. Ő a téma nagy szakértője. Hát, kinézett magának egyébként, és ez lett volna így akart téged felszedni, hogy menj el hozzá, hátha. És a fészkét is megtalálta, és nem bánná, ha feldúlnád. Táncsom fel a földet. A nekémmel. Na jó, ez volt az egyetlen extrém hívásod, amíg Szabin voltunk, vagy Nyugi volt egyébként? Most ez. A csipogó orhidán kívül? Igen, most ez volt, meg volt egy kígyó is Budapesten a harmadik kerületben, egy királypiton. Ez egy kisebb kígyó volt, az ténylegesen ott volt. Ugye ezek Afrikában élnek, ez egy ilyen 110 centis királypiton volt, valakitől megszökött vagy kidobta, de kint volt a közterületen.
Aha. Egy játszótéren éppen készült el kapni nagymamát. Nem játszótéren volt, hanem ilyen hév megálló közelében. Megfogtad? Megfogtam. Hát de lehet, hogy csak látogatóban ment a rokonok az a filatori gátra. Azért baj van ennek egyébként, hogy ment a szigetre egyébként, igen, ment a Riannára. Kicsúszott a Riannára. Ott állsz a 10 emeletes alatt mondjuk, nem? Hetedikről tudod, eltűnt egy ilyen kígyó. Azért bajban lennék, milyen nyomok alapján induljak el, nem? Viszonylag egy nagy terület előtt. Tehát óriási, hogy te ezeket mindig megtalálod egyébként. Hát még nem volt nehéz, mert a rendőrök ott álltak mellette a rendőrautóval, tehát az nem volt nehéz. Hát úgy könnyű. Ott biztosították a helyszínt, amire kértem. De nem mertek kiszállni? Ott követték lépésben? Álljon meg! Tehát egy jelzéssel? Először leigazoltatták, gondolom én. Próbáltak leigazoltatni. Nem, hát azért hamar kiértem, úgyhogy azig ott álltak a rendőrök. És instruálták a kígyót egyébként, hogy csúszson a falhoz, kérem! Lássuk mind a két kettőt! Figyelj, azt írják, hogy a szén-dioxid jelző csipok, ha merül az elem, hogyha hív újra a nő, akkor azért mondd meg neki ezt is, hogy lehetek, nézesse meg. Ez lehet itt a probléma. Nézesse meg. Na jó van. Túl sok volt a gáz, hogy beszívott. Kicsit túltolta a szedukszent lett. Így van, mennyire kapható a gyógyszer is. Ribotléra nem szabad inni soha. Karnás volt meg főleg. Este sok kannásból nem szabad én, akkor csipogni fog az orhidea. Na jó van, Zolikám, figyelj ide, hát akkor jó munkát neked. Köszönöm szépen, kellemes. Most pihen, Szabin, vagy éppen mondhatod, hogy nem vagy itthon? Nem vagyok a szelizitónál, igen. Mi valami táboroztatás van, nem? Az már volt, annak már vége, ennek a gyerek táborban. Ja, csak annyira kevesen mentek, hogy nem tudsz visszajönni, nincs pénz vonatra. Igen, azóta itt vagyok. Nem, azért voltak, hála Istennek, azért voltak sokan. Hát most még lentöltöm ugye itt az augusztusomat, egy kicsit pihengetek, azt mondja, a szeptembertől újra megyek iskolákba előadásokat tartani az állatkáimmal, úgyhogy még ezt a pár napot itt csak nyárból kérdezem. Hát, ez egész augusztus, tehát küldünk neked buszjegyre. Hát te ne maradjál, hát fölhozatunk. Ha az akarsz jönni, érted, hát szükség van itt rá. Ha már a kedvesed, meg a számlák. Áthozatunk. Igen. Na jó van, Zoli, hát szeretjük. Vigyázz magadra akkor. Köszönöm szépen. Sok csiszol ide. Csáó, köszi Bozolinak, köszönjük szépen. Azért neki se könnyű. Annyi hülyével beszélni. Érted. Főleg, amikor az ügyelet az ORFK-n, ezzel múlatják az időt. Hívjuk fel annyira borszol, hogy adjunk valakinek oda a telefonszámát, hallod? A csipogor hidás. Ő biztos, hogy szeretni fogja. 4 perc, pontosan 7:30, jövünk vissza egy pici kis muzsika után. So nyolc lesz pontosan, 4 perc múlva álló mindenkinek. Jó reggelt! Nem sokáig marad a rossz idő, egyébként sok helyen esik, kapjuk a SMS-eket, fú, a szél és hideg van. Tegnap nagyon komoly hidegfront értem hazánkat, a szél kemény volt, de jön vissza a jó idő. Jön vissza a jó idő, már amennyire jó időnek mondhat a 25-28 fok. Az augusztus végén nincs az a baj. Na nézd, de valahogy ez augusztus elé kánikul elmaradt, viszont jó idő lesz. Már holnaptól sütni fog a nap, elmegy a hidegfront, és egészen hétvégéig jó idő lesz. Meg ne napozgasson most már egyik gyerek se, készüljetek a sulira. Így van, a jövő héten már mindenki megy bevásárolni. Fú, figyelj, hát mi megejtettük ezt a bevásárlást, illetve pontosabban nem túlzok, én nem ejtettem meg ezt a bevásárlást, de én ritkán látom a Vikit azért így pár őszebb hajszállal, de most úgy láttam, hogy azért ez megérintette. És hol őszül a haja? Hát mindenhol. Minden őszül. Figyelj, ez valami elképesztő. Tehát olyan lista, és olyan meló, és olyan anyagi, és minden egyéb más ráfordítás, hogy, és értem én, hogy kell, meg kell venni, de... Hát és ti azért lelkes kezdőként azért komolyan is veszik. Figyelj, azért már mondom neked. Csak amíg elmesélt, elfáradtam benne, hogy mit honnan szedett össze, hogy a kétoldalú spirál, a kockás, a tolltartó, a milyen ceruza... Fél nap ráment, mire ezt az egészet be tudta szerezni. Mondtam neki, hogy de van valamilyen, Anna említett valamilyen fiatal tanoncokat, akik majd neked összeválogatják. Nem találta meg mit. Stingjük nem volt, hogy mi hol van, tehát egyáltalán nem tudtak segíteni, csak nehezítettek. És hogy kb. 3 órán keresztül vásárolt, mire beszerzett mindent, hogy a gyerek el tudjon startolni az iskolába.
elképesztő meló. Mondom neked jövőre, mi lesz itt? Mi lesz jövőre? A listán, szóval piros kis karton, igen, az a tavalyról van még egy fél, az elég, azt mondja, hogy a ilyen füzet, ezt a Google-tól majd elkéri ott ő mellette. Jó, jó, hát ilyen jövőre, persze, ez másodikos kamár, igen, jó, ez meg lesz, ez meg, okay, ez szerező, ez megmaradt, ez nem használta. De figyelj, elsősként ez az iskola indulás, hát ez egy komoly meló. Egy komoly meló. Egyébként ketten voltak, vagy a gyereket nem vitte a Viki? Egyedül vette, igen, már nem akart az elején megutáltatni az iskolát, úgyhogy egyedül nyakába vette az összes ápiszt, meg emlékeztek ápiszt. És fiatal tanoncokkal kevésbé találkozott, idős nénik segítettek neki egyébként füzeteket válogatni, de valami hihetetlen. Nincs hihetetlen meló. Csomag, hogy bemész, hogy elsős a gyerek adjon egy pakkot. Részben van, tehát hogyha van, tehát szerintem a füzeteket így lehet vásárolni, de nem minden. Azt mondta, hogy elsős a gyerekem, jó napot. Mindenhol egy kicsit más kell, mindenhol egy kicsit más, hogy kell. Úgyhogy... Hát azt még megveszed hozzá, megnézed, hogy a pakba ez van, egyébként még a postairól. Jó, de nem mindenhol fogadják el ugyanazt, valahol nem kompatibilis a Nemo például. Mindenhol más szett van. Tehát mindenhol szerintem egy kicsit más szett van, úgyhogy négyféle rajz és író, meg cucc, meg mit tudom én. Szóval minden kellett. De a gyermek nem sokára behalad az iskolába. Mondaná, te is túl vagy már ezen. Rossz helyen voltál, most kérdeztem Vikit, hogy... Na, én nem voltam sehol, a Viki vállalta ezt. Hát én a Váci úton voltam abban a nagy multiba. Igen. Ott áll egy fehér köpenyes, nem egy, több hölgy, tanítónéni felirattal, adod a listát és összeszedik. Ez van ráírva tanítónéni. Ez van ráírva a fiúkra is? Persze, nyilván, és még hoz nekem kis kiflit, kis zsömlét, kis túrórudit. Hát ez konkrétan 10 perc alatt végeztünk. Ennyi, a szabadságom első napján elmentünk. Jön le anyuka, addig egyen valamit. Igyon egy jó kávét. Tessék. Szó szerint. Tényleg? Megmaszírozhatjuk a kecses lábait. Persze. Bemész, ott van. Megkamúzzál már, amúgyis már júliusban megvettetek mindent. Egy hete van, de tényleg be van tárazod, el is raktam, hogy ne is lássam. Nem lehet, hogy csak egy másik vásárló kezében nyomtál egy listát, és annyira megrémült, hogy bevásárolt neked, mert félt ellent mondani. És egyébként ő tanítónéni volt a szembeli váltás is. Igen, már is hozom. Nem. Ez tényleg így van. Hát úgy látszik, hogy nincs mindenhol. Hát most Istenem, a Váci úton, hogyha oda, nem tudom. Kétségbe esett szülők rohangáltak, azt mondta Viki, listával a kezükbe. Kérdően néztek az apukák a többi apukára, hogy mit kell csinálni. Jó, az apukák azok alapból kérdően néznek gyakorlatilag mindenre. Az anyukák a többi anyukára és más kosarába pakoltak, mert mindenkinek nagyon hasonlított a kosara. Szóval akkor ti mázisták vagytok. Sikerült akkor ezt jól összeválogatni. Ennyi, de egyébként ez csak elsőben van így, azt a másodikban már rutinból megy a dolog. Hát Karina már harmadikban megy nálunk már. Hát akkor, hogyha újra járja az elsőt, meg a második. Igen, akkor nagyon rutinból fogom tolni. És ott áll a néni nektek, összeválogassa a listát. Csaj, ezt ne nevezzük néninek, mert ezek a... Hát azt mondja, tanító néni. Felirat van a köpenyén, ez egy, mit tudom én, 18 éves lányka, aki gondolom... Hol van ez a bolt? Majd én megveszem a cisztogárba. Váci úton, mehetsz. Csinosak egyébként. Igen? Ott áll kis köpenyben. Aranyos, kedves volt. Nem adtál neki borravalót, mi? Persze, ragasztottam egy 20 000-es ragasztóra, hogy tényleg így van. De mondd meg nekem, kell ennyi minden? Valóban? Tehát én nem sajnálom a gyerektől, csak hogy használják? Mit? Nyilván a tanár nem azért kéri. Igen. Tehát amit bekértek, azt használják. Zsírkrétáznak, vágnak, szabnak, varnak? Igen. Ebben a sorrendben, igen. Nagyon remélem. És ez nem zsírkréta, hanem szabókréta, azzal bejelölöm. Nem kér a suli fölösleges dolgot, tehát tényleg nagyon kis korrekt a lista, és azt ők használják is. Meg szoktam kérdezni a gyereket, elhiheted? Nem is tudom, hogy mi van, ahol 2-3 gyerek van. Hát az egy anyagi csőd ott konkrétan elindítani a gyereket hát az iskolába. Hát elindítani az durva. Hát tényleg. Ez írdatlan pénz. Iskolatáska, tolltartó, minden, amit tehát egyszer kell megvenni, és akkor évekig, hogyha vigyáz rá a gyerek, akkor tudod használni. Hát. Ha nem, akkor gáz. De hát, de másképp mennek ezek a dolgok, mint a te idődben, tudom, emlékszem, amikor mentetek az évnyitóra, akkor megtaláltad a kis pufi szemüveget, felrántottad az alsó gatyáját, a nyakáig elvetett tőle. Hát, amikor én áldás is kevöltem, akkor mi bandába csapottunk, rámentünk egy gyengébbre, azt mondtunk, na, ide a fizeteted, ide a könyvére, húzzá, ott füttyögé. Arrébb füttyögé, mennyire ad ide, sonkán zsebmén ez az iskola tejedet. Átírtad a nevet. Szépen bedd le a köpenyed, az már az én köpenyem, ad
Adi, az Invicta hátitáskádat már az éhátitákon. Ebben az éve Józsi lesz. És ezeket majd be is kell kötni? Tehát készüljünk arra, hogy majd haza a tankönyvkötés van? Adok egy-két, meg kell nézni a tankönyveket, hogy milyeneket kaptok, és én azt mondom, hogy én most már én megvehetem előre, mert nagyjából tudom, hogy miből tanít ugye az iskola, és azok úgy nagyjából milyen méretűek. Igen, igen, igen. Hát emlékszel, tavaly a Feri fölvette gyorsítva a fröccsös csomagolós videót. Az a legfontosabb, hogy csinálj egy fröccsöt. Előtt egy fröccsöt. Innen indulj, vagy amit szeretsz. Majd most már csak töményet iszom. Akkor az. Akkor egy két deci vodkát. Átadtam a töményet. Az a lényeg, és úgy kezdjek el. Nyugodj le, engedj el mindent. Nem, ezt így jól viszi. Egy kis keményen, hogy pont berendkezelek valami kis puha, lágy zenét rakjál be, hogy lenyugtasson valamilyen meditatívet, mert egy meditatív abbat, mert úgyis az lesz egyébként, hogy szétsipál a kezdett szepultórával fejezetbe. Az a baj, hogy fiúgyerek, és a fiúgyerek, azt szerintem azért az egy radírból majd egyet hagyja el, egytől tartok, de én magamat ismerve, az anyámék nem tudom, hogy csinálták végig ezt anyagilag. Tehát én minden héten elhagytam a tornazsákomat, más tornacipővel mentem haza, két számmal nagyobb köpenyben, mert nem ugyanazt vetted föl, tehát soha nem volt meg semmi. Toltartom nem volt egy hétig toltartom, mert nem létezett, azt én hagytam volna. Szemüveges leokoplacos pufi gyerek, hoppá, neki sem volt toltartója, nekem viszont. Igen. Nagyon erős kis fa toltartom volt. Libákat terelgető kisfiú volt, ráfestett, nagyon jó. Persze, hát jó, hát aztán amikor már kinyírt a csipám, akkor már azért elvettünk másokat. Hát kell lukasztani a radírt és spárgát fűzni erre, és akkor ráakasztod a gyereknek a nyakára. Egy szagos radírt a nyakába. És akkor ott lóg a nyakába. Ceruza. Emlékeztek még arra ceruzára, hogy kihúztad a hegyét, és hátul bedugtad, és akkor ilyen 7 hegyű volt, vagy 8 hegyű? Töltő ceruza, ugye? Hogy tökéletes. Én láttam. Ilyenek még vannak? Persze. De nem jó egy. Azt elveszem a gyerektől. Miért nem jó? Nem jó azért, mert még a... Na mindegy, hagyjuk meg, megint olyan okoskodás. Hogy? Nem jó. Rendes, normál ceruza kell. Na, listán nem ez van biztosnak. Nem jó, mert bemegy a hegye, mert még erősebben nyomják, és bemegy a hegy, visszamegy. Nekik még normál ceruza. Nem, ők már tudnak venni rendeset, tehát tudod, van már. Azt mondta a Viki, hogy olyan füzetet, ami eleve be van kötve. Tehát azt mondják, hogy nem kell bekötni. Mondom, jó asszony vagy. De jó. Nagyon meg vagy dicsérve. Jó van. Van olyan. Elég lesz a könyvvel szívni. Előre kötött füzet már. Mikre gondolnak érte? Hát ezt a füzetbekötést kéne belevenni a közmunkak programba, nem a határvédelmet érte. Községbe. Csomó szülő gyerekének a könyvét, meg a füzetét egyébként jobban járna. De ez tök izgi ez, hogy iskolába megy. Hát ez nem tudom, eddig tart utána ez az izgalom, de ez most két hét. És utána pedig mennyire negatívak vagy tök. Nem, ez az igazság. 8 év síralomből. Igen, elmúlik a varázs. Persze, már az a része az el. Persze. Az első szerelmek. Rutinból. Kicsit nagyot ugrottál azért a télidőkontinuumban. De hogy a gyerek egyből 7 évesen is szerelmes tehez, tehát ezért kihagytál egy pár szerelem. Igen, első szexámban. Remélem van nála gumiokszer, azért ugrottál egy nagyot. Margulini. Ráadásul a tragédia dologban az, hogy nyugdíj előtt. Persze, bemegy a gyerekem is beleszeret majd az ebédet osztó néni. Hatalmas bicepcével. Ha. A konyhás nénibe beleszeret majd benne. Simán lehet, hogy kiszúrja majd magának valami konyhás néni, hogy figyeld meg. Hát te kis tápos! Gyere csak ki! Gyere még a teljes kiölés darából! Ebbe szagolj bele! Felemelj a hónaját! Legyen puli kutya! Nem baj, hát szokja meg a gyerek, mi az a regula, hát tanulja meg. Érted, óvodában ott már kényeztetés van, meg óvónéni van, itt iskola van, hát ez már, itt már nincsen semmilyen kis pihenés. Elnyomtad már előre? Nem. Én nem ijeszgetem az iskolában, nem mondom ezt. Tanulsz, tanulsz. Ja, még nem. Meg az első. Vége a jó világnak, nem lazálunk. Apa, még óviba járok, augusztus van. Nem, írd meg a házi feladatodat. Elolvasod a kötelező olvasmányt? Apa, szeptemberben kezdek. Nem szeretszelem ezzel. Próbálom még úgy, hogy élvezze ki azt a két hét szobafogságot, ami most van. Előre szobafogság. Élvezze. Előre szobafogság az el nem olvasott kötelező olvasmányokért. Én igazán szigorú szülő vagyok. Már most szobafogságba tettem, mert nem olvastál a kötelezőt. De még nem lesz lecke, azt mondja, nincs lecke. Nincs elsőben, ha jó iskolátok van, akkor nincsen. Köpeny van még? Nincs. Nincsen? Nincs. Miért nincs? Legyen. Legyen? Az öreg kocsi. Sokja meg a nejlon szakát. Vissza a köpeny, most. Hézd el, hogy már lesz a vája a Dolce Gabbanát. Még tollas a replajta, a replajta. Nehogy aztán legyen a replajta külsőjét, érted? Hát mi lesz így vele? Jaj, na jó, de nagyon jó lesz majd, amikor majd Erkel? Erkel szerintem nem rán. Igen. Csak nem Erkel elkezdenek egyből. Amikor majd először, hogy megiratják a dolgozatot. Mit csináltatok a nyáron?
Mit csináltatok anyádon? Mit csináltatok anyádon? Mit csináltatok amikor anyádon? Amikor már így csekkolják le, hogy hol voltatok, és mit csináltatok. De miért gondoljuk azt, hogy minden tanár ilyen gestapos módszerekkel azért rajzoltatja a gyereket a nyári szünetről, hogy megnézze azt, hogy mit csinált a gyerek, hol volt. Balatonon, vagy Rodostóban, érted? Isztambul környékén. Tehát, hogy megy is be a NAV-hoz. Benni, szerintem nem elég részletes ez a dolgozat arról, hogy mit csináltatok a nyáron, és mennyiért. Rajzolj le, hogy hol voltál, igen. Na mindegy, én várom, jó lesz ez. Jó lesz ez. Ez izgalmas korszak, csak elmondom, a gyerek, a nagyobb gyerek. Iskolába, a kicsi bölcsibe. Nyugalmas otthoni napok. Kánoán. Na. Kánoán van. Délután négyig meg vagy. Délután négyig annyiszor nyúlok magamhoz, annyiszor csak akarok. Igen. Elment bölcsibe a kicsi is, úgyhogy hát, én azt gondolom, hogy túl. Ez eddig is így én volt. Én már csak a kamaszkor van, a törömből és a WC ajtó. Én nem már csak a kamaszkor van, ami nehéz, túl vagyunk nehezét szerintem. Úgy, ismert ki Balázs! Mama, várjon már hát azért, mert mindjárt meg a kiló. Két gyereket szülőként az egyetlen hát privát szféra az a budi. Amikor először a gyerekem rányított a budiból, ott jöttem rá, hogy a maradék életteremet is elvesztettem. Zárható ajtót. Ott jössz rá, hogy tulajdonképpen mindenedet odaadod a szülői létben. Csináltál fél órán keresztül a fészerbe. Sarlót éleztem. Ez egy igen. Nincs a fészer nálunk az egy nagyon fontos hely. Eléleztem. De tényleg nem így van, amikor a gyereked rányít a budin, akkor jössz rá, hogy tulajdonképpen mindenet adott. Szóval légy szíves. Tehát nincs vége van, nincs más. Odaadtad az egész életedet. Már a budin se tudsz nyugodtan ülni. Mikor rányít a budin, és rángatja a budi ajtót, hogy sír, hogy be akar menni, ott jössz rá, hogy tulajdonképpen vége van. Mindennek vége. Hár ez se! Vége van. Ott tulajdonképpen sajnos rá kell jönni, hogy tényleg vége van. Na jó, mikor kezdődik az iskola, még azt mondjátok? Jövő évi csütörtök. Az egy ilyen általános nagy évnyitó mindenkinek szegyárt, akkor? Csütörtök? Igen, de nem, egy csütörtökre, péntekre nem menjetek be, tök fölösleges. De az évnyitóra menjünk be. Na, hát pont kell. Azért nem kell, hétfőre kell. Évnyitó. Tök jó nálunk az évnyitó, mert így a felsősök vagy az idősek egy készülnek. Honnan még egyszer sem voltál. Elolvastam ilyen leírást. Ja. Hogy, nem, hogy az idősebbek készülnek az elsősök nekik is ajándéka. Ez szerintem például tök helyes. Akkor menj be az ajándékért, azt hozd el. Ja, na, két órát. Ne, apuka, legyen és leülni, nem magának készültünk. Tök helyes gesztus, hogy az idősebb gyerekek csinálnak az újonnan érkezőknek valami kis ajándékot. Meg most még nem vagy ciki a gyereknek. Tehát, hogy mindig is ciki volt a gyereknek. Mi már hogy hatodiktól kezdve már nem voltunk annyira szívesen látottak. Nem? Ezeken az évnyitők. Nem, akkor már kifejezetten kért. Tehát most meg aztán meg előbb indul el fél órával csak, hogy nehogy velünk eljön. Akkor indulok, Virág! Virág! Cekli az ajtón, elmentem. És már külött. Na hát kíváncsiak lesz. Lesz, meg benne lesz a kis izgalom, meg szereti is, várja is. Tök jó, valahogy ilyen nosztalgikus élmények jönnek vissza, tehát átérzem a gyerekkel együtt, hogy én is vártam az iskolát, és kicsit vele együtt izgulsz. Hát náluk, hogyha szóba kerül most az iskola, 50 métert marad le körülbelül mögöttünk. Hát de neki már, hát persze. És azt mondja, hogy milyen szemetek vagyunk, hogy miért hozzuk szóba. Az úgy más. Az úgy azért más. Na játszunk egyet, itt van már is a játékosunk, a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Iskolájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vassitjellánime. Aki válaszol. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Jó reggelt, hello, hogy hívnak? Nóri vagyok. Nóri, honnan hívtál minket? Most jelenleg a Kunszentvártonon ülök a buszon, de amúgy Kondorosi vagyok. Ó, Békés megyek. És dolgozni mész, vagy mit csinálsz? Nem, megyek Szegedre, meglátogatni a barátnőimet, még nagyon semmiket, amúgy most nyaralok Magyarországon. Magyarországon nyaralsz? Igen, külföldön élek, Ausztráliában. Ausztráliában élsz, tényleg? Igen. Hát az jó messze van, hogy kerültél oda? Hát úgyhogy a férjem ott dolgozik, ott lakik, most már 17 éve, és akkor én 3 éve kiköltöztem hozzá. De hol ismerkedtetek meg? Ő is magyar, és Szegeden ismerkedtünk meg, mert ő egy alapvetően szegedi, én meg Szegeden dolgoztam. És mit csinál Ausztráliában? Ausztráliában neki most van egy vállalkozása, meg ő most ilyen több lábon él, és hát szereti, úgyhogy az volt az a reális megoldás, hogy én költözök oda, és nem jön haza. És akkor te meg is kapod, vagy ő már megkapta az állampolgárságot, és te is megkaphatod?
ő már megkaphatta volna, de még nem csinálta meg, mert most már megvár engem, de ő most már állandó lakos, én meg most már lassan állandó lakos leszek, és akkor még várnom kell, majd leszem 2 évet. És akkor megkaphatom én is az állampolgárságit. Na, ez most az a legélhetőbb város lett, talán Melbourne, azt olvastam, hogy igen. Szavazáson, ugye? Igen. Ausztrálián igen. Belül. Igen. Ti igen, arra igen. Felé, vagy Sydney, vagy merre? Mi Sydney-ben élünk, de... Hát, ez tök ciki. Nem is tudom, hogy mi van. És jó? Csak úgy röviden tudom, hogy nagyon jó, de hogy nagyon jó. Nagyon jó. De hogy biztos nagyon jó, tehát láttam színni, nem voltam még Ausztráliában, de hogy el tudom képzelni, hogy azért igen, tiszta érdemes, levegő. Igen, hát igen, szép, jó, abszolút kellemes hely arra, hogy ott vagyunk. Igen. Hogy állnak a külföldiekhez? Éreztetik az emberrel, hogy ő azért nem. Csak egy külföldi, vagy egy bevándorló, vagy befogadnak is helyesek és kedvesek? Őszintén én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem semmi rossz tapasztalatom nincs még eddig, le is kéne kopognom. Nagyon befogadóak, türelmesek, kedvesek. A türelmeset azért mondom, mert én úgy mentem ki, nem tudtam angolul, ami egy elég kellemetlen szituáció volt, mert én németet tanultam, és akkor ott kellett szembesülnöm azzal, hogy oké, akkor most vagy megtanulom az angolt, vagy ez így nem fog bejönni. Ez az ausztrál angol, az egy nehéz angol, szóval, hogy olyan akcentussal beszélik, hogy azért tökre más. Kicsit az ír angol, tehát ilyen más, nem? Igen. Nehezebben érthető, hát, jó van, mondjuk az angol angol, vagy az amerikai angol. Igen, nehezebben érthető, de egyébként nem tudom, hát nyilván nekem most már állt rá. Lehet az agyam úgy, hogy meg lehet minket érteni. És te mit csinálsz? Tehát a férjednek segítesz, vagy neked van külön munkát? Nem, külön munkát. Azt mondtuk, hogy ez a hosszú házasság tippa, hogyha külön dolgozunk. És én gyékszerboltban dolgozok. Most már ilyen ügyintézői munkakörben vagyok, mert van mellett egy műhely, tehát ott készítik az ékszereket, mint aranygyémedet, főként ilyen egyezési tűrüket, meg ilyeneket készítenek, és akkor én ott vagyok, ilyen állatóként dolgozok, de most már inkább ilyen adminisztrációs, tehát segítem a rendelés felvételt, meg az ilyen nyomonkövetést. Menő. Jó. Ez nagyon nem jó. Is hiányzik Magyarország így üzemszerűen? De nagyon hiányzik. Ezt azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik. Főleg a család, barátok nagyon hiányoznak, de ez a jó, évente egyszer itthon tudok tölteni egy ilyen 5-6 hetet, és akkor ilyenkor kinyaralom magam itthon. És ilyenkor egyedül jössz, a férjed maradott? Most egyedül jöttem. Ha, mondjuk itt ilyen hosszú lesz a házasság. Hát ha fel hosszú kapcsolat titka, hát, külön töltött időben. Így van, egy hónap nagyon jó. Így hétek el, hogy biztos egy képet se hoztál, hogy élmény legyen újra látni. Ezért együtt jöttünk haza, mert neki is itt van a családja természetesen, de most neki lesz egy nagyobb ilyen konferencia, és az amiatt ott kellett maradnia. De jó, és jött én és akkor hoztad a kis ajándékokat. Mamának ez a 3 karátos, húminak. Igen. Na figyelj ide, mindenünk van, úgyhogy választhatsz, Nóri, amit szeretnél. Jó? Melyiket egy könnyebb? Hát egyforma hosszúnak látom őket, úgyhogy egyik se túl nehéz, vagy túl könnyű. Na jó. De micsoda, pont kimaradt? Mi legyen, mert pont kimaradt, nem hallottam. Ja, bocsánat, tárgy. Tárgy. Aha. Jó, legyen. Jó volt a röpképtelen futómadár is. Cus. Figyelj, így szól, mit szoktunk ilyenkor? Igen, így szól. Figyelj, indul az óra, jó, így szól a tárgy. Emréznép. Mutatom még egyszer. Emréznép. Emréznép. Nép. Nép. Emréznép. Mi lehet ez a tárgy? Jöjjön még egyszer? Emrész. Várjátok egy pillanatot. Emrész. Pénz. Nem tudom, bátyám se ír, azt mondta, hogy fog írni. Mutassam gyorsan, figyelj, hallgass meg! Igen. Emrésznék. Hát nem volt. Várjál, bátyám, pénzérme. Oh. Sajnos nem tudjuk elfogadni. Nem, sajnos. Miért? Most itt beszélem, hogy pénzérmet, nem az? De egyébként jó a megoldás, az volt, csak az a baj, hogy muszáj szigorúnak lennünk, időn túl volt. Ja, tényleg? Igen, fél perc van a játék teljesítésére. Lehet, hogy ott Ausztráliában lehet lazáskodni, de itt szabályok vannak. Ez itt Magyarország. Tök szívesen megadnánk, Nóri, nem, csak tudod, holnap is valaki kicsúszik, akkor mindig bajba vagyunk, hogy neked igen, neki nem, lejárt az idő. Jó, nem baj, jó van, örülök, hogy beszélhetem veletek. Mi is örülünk.
Kint milyenek a reggeli műsorok? Hallgatsz rá a reggel rádió műsort? Titeket hallgatlak. Tényleg? Titeket letöltelek titeket is. Mint vagyok munkában, hogy bővök haza, mindig titeket hallgatok. Le vagyunk törtve. Uh-huh. És kint is olyan menők a távolsági buszok, mint nálunk? Hát, majdnem. Nóri, vigyázz magadra oda, kit örülünk, hogy beszéltünk. Ciao, hello, szia. Szegényen jó hosszan beszélgetünk, faggattuk azt. De a gyerekek, a szabály a szabály, hát nem? Most érted. Muszáj betartani. 8 óra múlt 3 perccel Ákos legfrissebb hírei után már is jövünk. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, meghoztuk a jó időt. Élőben már. És igen, hát megjött a hidegfront. Szakad az igen? Eső. De olyan nagyon módon. Örülök neki. Nem kell locsolni. Így van, végre örülj neki. Na. Öntöző rendszer pihen. Így van. Esővie. Összegyűjt. Elzárjuk. El kell zárni, aztán nem kell locsolni. De holnap már jó lesz. Holnap már jó lesz, jön vissza a meleg. Ez most még kicsit talán reménytelennek tűnik, de állítólag tényleg holnaptól itt a jó idő. Utolsó hétre, még a Balaton megtelik, biztos, hogy már 20-dik után nem lenne. Még rengetegen voltak. Sokkal, ugye? Fú, nagyon sokat. Te is mondtad, én is tapasztaltam, hogy hétközben voltunk, ráadásul nem is hétvégén. Mondjuk pénteken jöttünk vissza, és akkor láttuk az irgalmatlan kocsisort már 11 óra magasságában, amikor jöttünk visszafelé, de mindenhol teltház volt. Ilyenkor az van, hogy még utoljára a nyár utolsó rugását el akarom kapni, ez a 20-i hétvége? Szerintem egyszerűen csak pihenni akarnak. Lehetett. Hívják nyaralás. Nem mennek, jó idő van, megyünk hétvégén. Hát igen, szeptemberre becsöngetek, utána már ugye nehéz a gyerekkel, tehát ez ilyen utolsó utáni még. Aztán jön az ősz. Az ónus eső és a köcitálás. Ez maradt nekünk. Na, azt mondja, hogy állabál az M5-ösön Ócsától, a sor 6 km hosszú Szeged felé. Hajrá, magyarok, Ede küldte nekünk. Hegyes Halomnál kifelé személyautóval kb. 30 perc a várakozás. Úgyhogy arra készüljön mindenki. Csepelen szakad az eső, köszönjük szépen, hogy ezt elküldtétek nekünk. És közben jönnek az egymásnak ellenmondó SMS-ek, Hegyeshalomnál már 3-4 óra a várakozás. Rami küldte. Gyöngyösen a Petőfi úti automosónál 3 lábú, ezt Bonzi küldte. És érdemes Hegyeshalom miatt más átkelőt választani, mert nagy a káosz. Egészségedre kívánjuk, majd lemászik. Egészségedre. Na, jó ez így. Köszönjük szépen az észrevételeket, hogy hol sistergünk a 103.5-ön. Legjobb embereinket állítottuk az ügyre, és amennyiben egy szabotás akcióról van szó, megtaláljuk a felelősüket, előállíthatjuk őket. És természetesen ítéletet mondunk. Így van, megpróbáljuk. Gyula lenyeleti velük a többől leszakított bal lábukat. Így van, megpróbáljuk ezt a dolgot orvosolni, hogy ott is szóljunk. Van egy kis technikai. Ez a 19-ei utáni próbaadás. Uh-huh. Így van, tehát hogyha valaki tényleg szabotálja most ami adási vételi lehetőségeket, az majd csak figyeljen, mert kelet felől érkezik majd valami, majd feltűnik, ahogy meglátja majd, hogy a látóhatár szélén feltűnik valami irgalmatlanul nagy, ami még nagyobb lesz, és még nagyobb. Jön Gyula. Akkor meneküljetek, mert jön Gyula. Érkezik Gyula, rendetek. Földes lépésekkel, és rengő pocakkal. A jobb kezébe egy 48-as villás kulcsa. És mindig gondosan ügyel arra, hogy az öve és a pólója között látható legyen a különbség. Igen. Egy kis luk van, ahol mindig elválasztja egy hasitasi. Csak jelzem utomban. Gyula elindult. Vigyázzatok vele. Nektek annyi. Egy-egy lépés, egy-egy halastó. Kiszáradása. Egy-két csulis hozzászólás csak még, amiről beszéltünk ugye a hírek előtt, hogy mekkora macera az iskola kezdés. Kéne egy bevásárlóközpont, írja Petra, olyan pult, mint a karácsonykor az ajándékcsomagoló, csak itt azért fizetnél, hogy bekössék a könyveket. De jó ötlet, Petra küldte neki. Ilyen néhány helyen. Igen, kötnek? Igen. És akkor beviheted például a könyveket is, vagy csak amit ott vettél meg, amit ott vettél, szerintem az úgy. Hát de most fizetsz érte, nem? A csomagolásért. Tudod, akkor még beviszed tényleg a könyveket is, meg beviszed egy-két koszos függönyt, azt is mossák. Legyen kedves. Igen. Így egy hallgató, hogy náluk bekérnek fél évre 500 szalvétát, 600 zsebkendőt, 6 gurig a WC papírt, egy pumpás szappant,
6 tekercs papírtörlőt fél évente. Aha. Ez az adag, amit be kell szállítani. Nagy kere van a tanítónéninek, papír nagy kere van. Nyitott egy doboz, maxi tampon. Nyitott egy 100 forintos boltot a tanítónén, és nagyon jól megjön. 6 WC pumpa. Egy idő után. 50 darab fafogas. Minden meg kell vinni. Lányaim vannak, a kisebbik lányom, Balázs csak, hogy megjutassalak, az első héten elveszette a tolltartóját, két hét iskola után már azt sem tudta, hogy volt egyáltalán tolltartója. Év végére meg egy nejlontáskában vitte már csak a könyveket. Egészen középiskoláig új tolltartó, új táska minden évben. Ne vegyél neki, minek? Az elsőt elcsesztel, akkor kész. Jövőre ugyanaz a centrumos nejlonzacskó, vigyed fiam, tavaly is ebben jártál. Kész, nem? Az mindig beválik. Minek? Igen. Hát nem, persze, meg kell tanulnia. Másodikban hagytam el a tesi cuccom, ötödikben, hatodikban lett meg, ugyanott, ahova tettem. Hiánytalanul szalakültenek. Az viszont jó. Az jó. A tornazsák, emlékeztek a klasszikus kis tornazsákra? Összehúzós a teteje. Vitted a kis anyagdarabból. Nem is tudom, hogy nekünk kék volt, talán még a tornadrágunk. Mostaniak meg milyen? Kék-fehér póló kellett, vagy nem is póló, de trikó, fehér trikóba kellett menned, és trikó. Kék tornadrág. Hogy még cikibbek legyünk, hogy látszódjon a tízes kar. Igen. Na, mi volt a köpőzésem? Mert ugye pénteken nem voltunk. Igen. És téged megköpőztük, ugye csütörtökön, és arról beszéltünk, majd elmondjuk, aztán nem tudtuk, ugye itt volt emberünk, a francia idegen légióból, aki ott tanulta meg a kiropraktörközés minden csinyát-bínyát, és megropogtatta Ferit, illetve kipróbáltuk, hogy a köpőzés, amivel ugye amerikai úszók készültek az olimpián, a Michael Phelps is többek között, hogy működik a hétköznapokban. Valahogy megszavaztuk, hogy Feri legyen, ha azaként kipróbáljuk. Nem is értem, hogy Feri fölfeküdt egy ágyra, jött ugye egy hozzáértő szaki, aki megköpölyözte Ferit, poharakat tett a hátára, feltépte az izmot, a bőrt, meg mindent, és aztán én nagy kerekfoltokkal mentünk el Szabira. Igen, így, és ráadásul ugye Michael Phelps-ről kiderült később, hogy álmában köpölyözték meg, és négyen fogták le. Igen, de nem volt annyira, nem akarta. De működött. És mondta, hogy másnap. Másnap, hogy az nekem milyen jó lesz, én is úgy mentem haza, megmutattam békának a kis piros köreimet, mondom, ide néz életem. Gyere, itt elől is szívta, vagy mi az, húzta, úgyhogy minden volt. És másnap reggel mi volt? Igen. Úgy fájt a derekam. Fájt? Nem á. Tényleg? Várjál. Ne, úgy, mert az volt, mondta a mester, hogy mert nekem fáj a derekam, hiszen magas vagyok, és ízlésesen kövér, vagy molett, és hogy nekik mindig fáj a derekuk, de a köpőzés ezt kiviszi. És mondta neki, hogy nekem nem fáj, én jól vagyok, kedves doktor úr. Na másnap reggelre, figyelj, elmúlt az összes piros folt, tehát hogy másnap reggelre már nem lehetett látni semmit, és valamiért viszont szerintem pszichésen, mintha ezeken az üvegcséken aludtam volna, úgy fájt reggel a derekam, tehát arra nekem nem volt jó. Ezek szerint úgy működik, hogy ami nincs, azt megcsinálja, hogy legyen. Tehát ha van fájdalma... De azt mondod, könnyebb leszel meg, igen, hogy jobban leszel meg, hogy úgy fogsz lehajolni bekötni a cipődet, mint aki még soha nem kötött cipőt, igen, akkor örömmel. De valószínűleg semmi? Ez azért történt, mert ugye nekem ezek mentek, tehát ő mindig az ellenkező eredményt hozza. Ha fáj, akkor azt elmulasztja. Hát, hogy magas, ha nem vagy, fáj. Nem, igen, fáj, de fáj. Nem fáj, akkor másnap fáj. Tessék. Nem volt egy kicsit légiesebb, könnyedebb, jobb. Meg... 110 kiló nem légies. Hát jó, de hogy kipattantál az ágyból. Sose volt. Nem macskásodtál el éjszaka, hanem csak úgy érezted, hogy ez most úgy nagyon jó. Semmi? Nem, mert reggeli kim voltunk a szigeten, tehát nem nagyon emlékszem arra, hogy mentünk haza, úgyhogy, de arra azért emlékszem. Taxival, mindegy. És akkor örültem, hogy alszom egy picit. De nem, az semmi, tényleg nem éreztem a nagy különbséget. Mondtam, hogy nem így csináljuk. Nem, fura. Hát, fura. Pedig azt gondoltam, hogy tényleg lelazulsz, meg új képességek jönnek elő. Hát csak béka, majd én is elkenődik a rúzsod, majd megcsinálom magam. Nem, semmilyen nem volt. Hogy már egész közel vagyok, mindjárt elérem. Közbali a köpőzés, nagyon hajlékony vagyok. Nagyon hajlékony vagyok. Milyen hajlékony vagyok? Ó, ne! Ennyire hajlékony vagyok? Ennyire nem lehetek hajlékony. Bárcsak mindig így maradna. Szóval semmi. Semmi. Hát... De lehet, hogy másnak jó, tehát ezzel nem akarok a köpőzés ellen beszélni, mert Phelpsnek is jól sikerült, úgyhogy biztos segít, mondom, nekem nem volt, de nem volt előtte panasz, ez lehetett az ok. Viszont az, hogy egy nap alatt elmúlt, azon csodálkoztam, mert ugye, amit mi láttunk, az ilyen lila nagy folt marad utána. Tehát nekem vagy nem jól szívta ki a bácsi a köpölyömet, vagy az ő köpölyét, amit rám tehet, vagy az én szervezetem nem tud lilulni. Tehát tesztet neki, gyere ide, üss meg. Tehát nem volt jó akkor. Na. Jó, na, én akkor mindig kicsit felélegzem, hogy hú,
Hogy? Hát nem mit csináltam. Ja, hogy milyen jó, hogy megint felé szavaztunk meg. Voltam. Kutya fáját, de jó, már majdnem mi voltunk, de aztán megszavaztunk felé. Novemberig azért legyen még valami tréfa. Na, egy nagyon érdekes híre bukantunk itt kínai cégvezető kapcsán, aki azt az utasítást adta az alkalmazottaknak, hogy minden Facebook posztját lájkolják, vagy ha nem teszik, akkor 2000 forintnak megfelelő pénzbüntetést kapnak. És ő egy utazási cég vezetője, aki egész egyszerűen kötelezővé tette az alkalmazottaknak, hogy szeressék a közösségi oldalán közzétett bejegyzéseit. Ez a kínai sajtóban jelent meg, mármint a hír. 200 dolgozója van egyébként ennek a cégnek, és pénzbüntetéssel sújthatják őket, ha a cég szabályait figyelmen kívül hagyva nem kommentelik Zhang Ming vezérigazgató bejegyzéseit a legnagyobb kínai közösségi oldalon. Ami nem a Facebook, mert hogy nekik sajátjuk van. Saját kínai közösségi oldaluk van, így van. És a beszámoló szerint, a cikkírója szerint volt olyan dolgozó is, akit egy hónapon belül háromszor megbüntettek, mert nem szólt hozzá a nagyfőnök bejegyzéseihez. Gyönyörű történet egyébként. Pénzbüntetés jár azért is, ha a dolgozók nem a cég logójával, ellátott táskával mennek munkába. Tehát a diri eléggé szigorú. És azt mondja a marketinges a cégnek, hogy azért kötelező a kommentelés, hogy növeljék a fiatal munkatársak munkaerkölcsét és lelkesedését. Aha. Nem tudom, mi iránt kell lelkesedni, vagy ezzel mit nevelnek. De várjál, Zhang Ming, a vezérigazgató, remélem, jól mondtam a nevét, ő miért posztolt? Tehát olyat, ami csak céges, és az kell, vagy egyébként az van, hogy Cukin otthon a gyerekeivel csinál egy. Nem, állítólag a cikk szerint céges dolgokat posztol, a legfrissebb vállalati híreket. Oh. Nagyon jó. Valamint motiváló szövegeket. Erről jut egyébként eszembe, hogy természetesen lájkoltam az összes friss bejegyzést az Instán. Az jó, mert egy se volt. Nekem minden friss volt. Néztem, hogy lájkoljátok el, úgyhogy bünti lesz, nem most pihentettem. Az Insta oldal is szabadságra ment. Szóval, hát ő ilyen vállalati híreket posztol, és motiváló szövegeket is ír ki. És honnan nézik? Te megnézik, hogy mind a 200 alkalmazott lájkolta-e? Erre nyilván van plusz 200 ember a cégnél, aki nézi. Aki figyeli a posztokat. Nem, mert azért egy Coca-Cola-nál ez egy problémát jelentene, vagy valamilyen más multinál, hogyha mondjuk ott történne valami hasonló, tudod? 384.512, 384.513. Mondjuk, ha megkapod ezt leellenőrizni, igen, ilyen kínai cég, nem, még szerencsét csak 200-an vannak. Na, de nézzük meg, hogy hallgatóinknál van-e olyan főnök tényleg, aki vérciki dolgokat posztol, és nem azt mondom, hogy elvárja, hogy nektek azt szeretni, vagy lájkolni kelljen, de mégis valójában cikinek tartjátok, és de senki nem akarja, vagy nem meri neki megmondani, hogy ezt ne csinálja. Biztos itt is vannak ilyen főnökök, akik különböző szabadságon eltöltött külföldön készült képekkel csesztetik a dolgozókat. De nyaller vagy, ha egyébként te figyeled a főnöködnek mondjuk a Facebookját? Hát inkább óvatos. Figyeled, hogy merre van, mikor van szabad, mikor van ment. Tehát nézed a főnök oldalát, abból nem lehet baj. Név nélkül vagy álnéven nyugodtan megírhatjátok, csak hogy mit posztol a főnök, miért tartjátok egyébként annyira kellemetlennek, és amikor tényleg kínos posztokat láttok, de nem kell, hogy főnök legyen, kolléga is legyen, mert ugye hát azért a kollégák nézik egymás Facebook oldalát. De nem mindig mondod meg, hogy figyelj, ne csináld, meg tök ciki, meg vettél valamit, ezt nem kell kiposztolni. Nagyon sok ilyen kellemetlen poszt születik. Amiről szíved szerint a munkahelyen megmondanád, nem? Hogy figyelj, ez nem, most kit érdekel, hogy te milyen répatortát tettél hétvégén? Hát akkor ne lájkold, ne nézd meg. Vagy azért mégiscsak kell, mert kolléga. Hát tudod, az ember ilyen, hogy azért fél, hogy lemarad valamiről, nézi, ja. De ugyanakkor ítélkezik a poszt felett. Nézem vagy itt amikor a főnöknek a legfrissebb posztjét, azt mondja, hogy a macska rúgja meg, pont úton leszek Rióban, amikor a kajakosaink mennek az aranyért, a felhők fölül is, hajrá magyarok. Megnézem, hogy Rogán Antal ezt lájkolta. A macska rúgja meg. Tehát amikor tényleg a harmadik, negyedik fotót teszi ki a gyerekéről, vagy amikor a nyaraláson készült képeit kell bámulnod, mert a főnök minden pillanatban megoszt egy képet arról, hogy éppen hol nyaral, miközben te bent vagy a munkahelyen, és tolod az ipart. Istenem, hát alig tudom elfelejteni azt a nyaralását egyikünknek, amikor mi itt gályáztunk, és jött a medence koktél, emlékszel? Aha, az nem közösség oldalra, mennek te e-mailben. Igen, remélem, jól érzitek magatokat, én jól. Igen, kitartást, jó erőt, és
gondoltuk mi. És jó munkát kívánok neked. Én rögtön lementettem a spamek közé. Inspiráló jellegű volt, ahogy egy medencében egy koktéllal küldtem nektek egy képet. Aztán talán a kép alájára is az volt, hogy ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon hol rontottam el. Igen. Ezt írtam nektek. És tudtam, igen, hogy nagyon hideg van, nagyon dolgoztok, korán keltek, és nagyon melegben vagyok. De csak egy ilyen inspiráló jelleggel küldtem azt az e-mailt nektek. De közösségi oldalra nem tettem. Jó, tehát legalább nem sértődsz meg, de vannak olyanok, akik konkrétan megsértődnek azon, hogy ha a rokonok, ismerősök beosztottak, nem lájkolják, és aztán pedig őket, és jó, akkor ezt nem tudom, fogok ilyet se posztolni. Én nem sértődöm, meg csak megjegyzem. Ja. Csak erre, akkor minden valahol de írom a többi mellé. Így van. Na, tehát amikor tényleg a kolléganő, főnök negédes képeket posztol a párjával, miközben mindenki tudja, hogy egyébként dugja a titkárnőt. Tényleg, ami így? Nem az én főnökömről beszélek. Már. Hisz még csak nem olyan régi jött. Nem erre gondolok. Amikor látod a feleségével a képeket, de közben tudod, hogy a Gizikével van viszonya. Vagy látod, hogy ő... Gizik, ne kevedd már bele. Nincs Gizi a rádióban. Amikor posztol egy nagyon cuki képet a házi állatáról, de az az állat bűnronda, és senki se szereti rajta. Amikor angyalkát csinál a hóban, és azt hiszi, hogy ez nagyon eredeti, és nagyon helyes, közben meg nem az. Jó, tehát írjátok meg, kollégák, főnökök, idegesítő posztjait, és azt is írjátok meg, hogy miből van elegetek. Tehát mit tesz ki ő úgy az oldalára, hogy tényleg rémségesen kellemetlennek tartjátok. De persze az ember hülye, mert közben nézi, nem? Tehát a fönn vagy Facebookon egy csomó minden szembe jön veled úgy, hogy nem is biztos, hogy kíváncsi vagy rá, de... hogy röhögjél rajta. Tehát, hogy tényleg fölmész és megnéz, és Jézusom, ez a barom már megint. Igen, megint egy traktoros ütöttél rántottát, és ezzel menőzik. Na, ezt küldjétek el nekünk, jó? Hogy mit csinálnak a kollégák és a főnökök a Facebookon. SMS számunk, ha valaki nem emlékezne, nem már olyan régen mondta. 0670! Hogy 645 0000, jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk újra élőben már, mától visszatértünk mi is. Kezdődik az iskola is lassan, vége a nyárnak. Végre iskola. Úgyhogy kezd, mi is itt vagyunk már, és elkezdtük, igen. Kevés a közlekedés hírünk, úgyhogy küldjetek, jó? Ha van, akkor léci. Lehet, hogy minden rendben van, azért nem küldem. Végem. Nem? Meglepődik rajta azért, hogy ilyenkor sokat szokták használni, és eljönnek az autót. Most a... Eset van, nézte, kinéztél? Most azt akartam mondani, hogy ehhez képest mondjuk az Üléúti felüljáron milyen jó a forgalom, igen. Nem áll. János jobbra nézett, és teljesen bevonálva az egész, igen. Jó, ha van friss, akkor küldjetek, jó? Hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Köszönjük a tokai jelzéseket, illetve csak a fracking, rajta vagyunk. Dolgozunk. Gyula abba az irányba is elindult, már csak még egy kis lerendezni valója van egy másik ország részben. De mindjárt oda is átér. Mindent intéz, de azt előbb-utóbb ezt is elintézi, úgyhogy köszönjük szépen. De ott kőköven nem maradt, tehát azzal számoljatok. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes ez a cikk, ami a kínai sajtóban jelent meg, miszerint egy cég több mint 200 dolgozója kapott fejenként 50 juanos büntetést, amiért a cég szabályait figyelmen kívül hagyva nem szerették a vezérigazgató bejegyzéseit a legnagyobb kínai közösségi oldalon. És kiderült egyébként a hallgatói SMS-ek, hogy ez nem csak Kínában van, Magyarországon is rengeteg olyan cég van, akik elvárják, hogy a beosztottak, hát szeressék a főnök posztjait. Lájkolják, sőt, mint több figyelik, hogy ki csinálja és ki nem. És több juanos büntetést kapnak? És megbüntetik őket juanban. Igen, de pezóban kell bevezetniük a büntetést. Hogy még nehezítsék a dolgot. Igen, azt írja valaki nekünk, hogy a tiszafüredi önkormányzat Facebook bejegyzéseit a dolgozóknak kötelező lájkolni, figyeli, ki nem teszi. Ne hívjatok, írja egy hallgató. Az én főnököm, nagyon jó SMS-ek vannak egyébként, az én főnököm más horgászok által fogott halakkal fényképezkedik, és ha néha ő is fog, azt lefényképezi többször is más-más ruhában, és különböző napon tölti fel a képeket, hogy megint fogod. De onnan tudod, hogy te megismered? Erre mindjárt itt van a hallgató, aki elmondja. Nincs itt hallgató, itt volt hallgató, eltűnt hallgató, jön a hallgató, nem jön a hallgató. Lehet, hogy szintén sporthorgász, és ott van a helyszínen, tehát hogy egy horgász versenyen simán előfordul, hogy látja, hogy valójában várj, átöltözöm. Mindjárt meghallgatjuk, hogy mondja, de honnan ismered föl? Tehát a halat ismered meg, hogy ez egy másik rohad, de ugyanaz a hal, mert ugyanúgy kacsint, vagy ugyanolyan szemem? Minden esetre a főnök érdekes. A főnököm nemrég regisztrált a Facebookra, bejelölte, majd másnap megkérdezte, hogy nem lenne baj, ha nem igazolna vissza, mert nem akar sok hülyeséget az oldalán. Mondtam neki, hogy nem baj, természetesen
másnap ő bejelölt engem, letiltottam azonnal, az egész családját is. Nem értette. És azóta sem érti. Érte nekünk Normi. Azt mondja, hogy... A Facebookos bejegyzések közül a legbosszantóbb, amikor valaki a férjének, a feleségének, a gyerekének nyilvánosan kíván boldog szülőnapot, és köszönni az együtt töltött éveket, miközben egymás mellett ülnek a nappaliban. Igen. Az azért ez picit durát, szeretem egyébként. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Laci vagyok. Na, te írtad a halas SMS-t? Igen, igen, én írtam. Tehát, hogy mit csinál, hogy kifog egy halat? Hát elmegy horgászni, és például, hogyha nem fog semmit, ha nem fog semmi halat, akkor így körbe megy a tó szélén, és akkor akik fogtak halat, elkérje a szágból, hogy lefényképezzem magát vele. Hogy buktattátok le, vagy hogy jöttetek erre rá? Hát ezt így igazából mi így kollégák így tudjuk. De valahogy elmeséltem, meg például, hogyha ő fog egy halat, akkor azt ilyen 2-3 átöltözéssel lefényképez, és 1-2 napos eltolásukkal feltölti magáról. De képzeld, mi meló van ebben? Tehát elviszed a ruhákat, több szettel készülsz, tartod a halad, odaadod valakinek, átöltözöl még egy fotó, megint átöltözöl. Nem, nem, az átöltözős fotók azok otthon készülnek. Ja, igen, ja. Tehát nincsen külön ilyen sporthorgász stylist. Nem. Aha, de figyelj, azért valahol ez jó, tehát hogy a te főnököd a civil életben sem tudja feldolgozni a sikertelenséget. És ez a horgászat a gyenge pontja neki nagyon. És a halat is veszi az otthoni fényképet? Olyan már volt, hogy még nem engedett ki a Mirevit? Igen, vagy láttátok egy Tesco-ba, egy sámlira állva, és sámlira állva nyomja bele a fejét az akváriumba, és próbál egy halat kifogni egy horgászbottal a kezébe áll a felesége mellett. Hogy ilyen ügyel nem, már. Azt még nem láttuk. Fotozzunk már. És ezzel szembesítettétek egyébként? Hát ő szoktuk vele piszkálni, igen, de szegény nagyon a lelkére veszi, úgyhogy nem sűrűn. És ő elvárja egyébként, hogy visszaigazoljátok a posztokat, vagy hogy bejelöljétek, vagy hogy lájkoljátok? Nem, elvárni nem várja el, de azért be szoktuk lájkolni neki. Hadd örüljön. Sőt, egy-két szemét kommentet is oda szoktunk. Beírt a kommenteket. Ez jó kapcsolat kell hozzá. Ja. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Jó nagyon szívesen, köszönjük. Az én volt főnököm Gyúr, ezt figyeld. A fészen lájkolni kellett a képeit. Aki nem tette, azt lehívta a terembe, mondván, most mutasd meg, mit tudsz. Mennyiben nyomsz. Mintha megsértette volna. Igen. Nem lájkolod a képeimet? Aha. Gyere le, fekve nyomni. Ott vagyok a Nagyvárad téren, a Kordi teremben. Sehol egy lájk, szóval csíra vagyok. Mennyit nyomsz fekve, kis tezó? Mennyivel átazott? Rohadék. Óriási. Nagyon jó. Jó, tudtuk, hogy azért ez nem csak Kínában van. Szóval erre abszolút számítottunk, hogy ez itt lesz. A férfi kollégának írta meg egy kollégina, hogy sajna nem tud jönni dolgozni, mert fáj a puncia, ha pisil. És ezt kirakta a közösségi oldalra is. Hát ez... Közösbe, gyerünk! Igen. Ádám vagyok, nekem van egy olyan kollégám, aki minden helyen csinál egy szelfit. Mikor elmegyünk kutyát sétáltatni, csinálja a szelfiket. Rohadtul irritál ez a szelfizgetés, amikor megszólom miatt, akkor még én vagyok lekiabálva. Várandos kolléganő posztol képeket a hasáról. 9 hetesek, 11 naposak. Folyamatosan minden. Vagyunk, igen. Az én főnököm kitette egyszer, hogy kiherjelték a kutyáját, egyébként részeképeket szokott minden hétvégén feltenni. Na, igazi ember. Jó, arról lehet, hogy nem is tud. Igen. A főnököm olyan hülye a Facebookhoz, hogy csak na, néha kírja a saját falára, hogy boldog születésnapot, nem tudjuk, kinek szánta. Mindenkinek, akinek van. Gyerekek, vegyétek át vele a Facebookot, nem jól csinálja. Nincs semmi egy nagy Facebookozó, de ez nem így kell. De lehet, hogy felköszönti magát. Vagy magának üzen. Az is. Nem? Igen. Minden nap egy új nap, boldog születésnapot. Boldog születésnapot, Lajos. Elindul, és aztán ezt megírja saját magának. Az én főnököm állandóan okoskodó idézeteket osztogat meg tele helyesírási hibával. Annyira odaírnám a helyesírásmódot. Nem írta alá, de csak egy A betűt küldött. Tényleg ezek az okoskodó idézetek is, nem? De minek? Tehát, hogy az a minek kategória, nem? Amikor hát, hogy ilyen bölcsebbnek tűnsz, vagy olvasottnak, de nyilvánvalóan kimásolod. Halálosan kellemetlen. 500-szor körbe ment a neten. Az a ciki. Igen, hogy egyszer lenne fent valami nagy okosság, miután ott van zárója, hogy én. Aláírás. Hogy az tőle származik. Igen. A főnököm elvált, és az internetről letölt 18 pluszos képeket, aztán azokat tölti fel a Facebookra, azzal a címszóval, hogy az új csajom. Jézus, de kellemetlen. Jézus, de kellemetlen. El nem bírom képzelni, hogy mit csinál ezekkel a képekkel, vagy a képek láttán. Jó a műsor. Az milyen menő tényleg, mikor letöltesz egy balidegen nő, és felrakod, hogy az új csajom, és tudod, valamilyen képkeresőből van. Úristen. Rosszlányok.hu. Úristen, de kellemetlen. Igen. Nálunk az egyik tanárnő folyamatosan macskákat és kávékat posztol óránként váltogatva. Kit érdekel? Annyira unalmas. Igen. Macskákat és kávét. Mi az, hogy kávékat?
Kávézom. Mert a macskát értem, de hogy mit kávéz a macska, vagy mit csinál? Aranyos presszó kávé. Frissen főtt ristretto, nézd meg milyen jó, és lefotózod a csészét. Fú, de beteg. Mi köszönjük. És ünneplapokon pedig macska és kávé egyszer. Főnök 40 képet posztolt a Csendes óceáni útjáról, nem sajnálom, hisz keményen megdolgoztam érte. Ja. Hát, abszolút, abszolút jó. Én ezzel bosszantom a beosztottjaimat, írja nekünk egy hallgató, csak aztán belájkolt valamit, vagy berakott egy linket, amit viszont most nem tudok megnézni. Az hogy van tényleg, hogy ülsz valakivel a nappaliba és boldog születésnapot kívánsz, úgyhogy közösen ültök ott? Ez egy ilyen kifelé kívánás, kifelé, nem? Persze. Igen, hogy lássuk, hogy milyen figyelmes vagy. Milyen? Milyen szépen élnek. A volt csoportvezetőm állandóan migránsokkal kapcsolatos híreket posztol. Kemény, őt elérte. Utolérte a pánik. Igen. Október elején dolgod van, tudod. Nálam működött a csak egy perc. Igen. Hát azt mondják, egy kutatás szerint, hogy a macskás kávés képek a legkelendőbbek. Hogy ne, mert a kávés miért? Bármikor. Lekutatták, hogy milyen képeket szeretnek kutyás a felhasználók. Uh-huh. És azt mondja, macskás kávés. Macskás kávés, igen. Ezt nagyon észre szeretik, igen, ezt lekutatták, illetve a privát fotók, amik benne jönnek. Vettem mert a véradás a hátsó udvarban ülő 102 Klassz FM, azt kap mindig ilyen 150 lájkot. Én azt is csodálom, hogy ezt macska le, 3854, macska hanyat, macska háton, macska alszik, macska egy véradás az ülő úton, a csoda 150 lájk. Ne igen. Is, tehát, hogy jó, tegyük össze a kezünk, egy gyönyörű a kép. Én nem is a lájkot meg nem mozdítanám a kezemet, hogy lájkoljak egy ilyen képet, mert hogy miért? Én a megosztást viszit, azt sajnálom egy picit, mert a macskából biztos van, hogy 800-900 darab megosztást. Megcsabálom. Nem a tiéd, mit zabálsz rajta? Igen. Régebbi munkájában ügyfélszolgálatos voltam, nehezen tudtunk szünetre menni, vécére és csak meghatározott idő volt. Kollégán kiment, csak nagy dolgokat, nem akart, hogy lecseszék, és szólni akart, hogy nehéz dolga van. Erről a Facebookon beteggelt minket, hogy vécén vagyok, és... Ádám elküldte nekünk. Atya úristen. Mi van? Tehát ezt nem értem, hogy meg kellett indokolnia, hogy hol van, azért, hogy ne bántsák? Igen, mert hogy nincs szünet. Nem ugye kimenni. Nagy dologra ment ki, nyilván rájött a szükség, és úgy gondolta, hogy szól a többieknek, de ezt egy nyilvános posztba tette ki. Az én főnököm énekel, bár ne tenni, YouTube videóit körbe küld és lájkolni kell. Peter Music. Így hívják őt. Majd mindjárt megnyitom nekem. Peter. Keresetek rá. Peter Music a YouTube-on találjátok meg egyébként. Istenem. Ja, értem, aha, most értettem meg. Tehát, hogy a Facebook írja, hogy hol vagy, és ő berakta, hogy a WC van. Igen, de ráadásul a kollégákat ugye beteggelte, tehát, hogy lássák ők azonnal, és oda is írta, hogy... Hogy te most hol vagy? Igen. Hol vagy valójában? Na jó, hát gondoltuk, igen, hogy azért ez nem csak Kínában megy. Az egyik viszont eladom, a gerinc sérvét posztolta, befőttes üvegbe zárva egy elköszönős verssel. Kitetted a ki... Ez olyan, mintha az én a púpomat lefotóztam volna, és kiteszem? Uh-huh. Kiraknád a púpolat, igen. Ha kivett púpomat? Kiraktam. Igen, a gerincsérvét posztolta, befőttes üvegbe zárva. Egy elköszönös vers, hogy elköszönt a gerincsérvétől, megkapta a kis sérvet. Kedves kicsi gerincsérve. Ez búcsúzom most tőled én. Valószínű, hogy volt egy sikeres operáció, és elbúcsúzott a gerincsérvétől. Ez nagyon gusztosos, tényleg. Hogy ez itt a fekélyem, gyűlés közben, és kifakadás után. Itt van Peter Music. Igen. Egész komoly lájkjai vannak, vagy lájkszámai vannak. Muszáj. Jó, de folyamatosan csökken, meg növekszik ezek szerint a cégnek a... Ez nem indul el. A kapella énekel, Péter. Ez az? Spanyolország. Mário. Ez, ő nem az. De, Peter Music és Deák Márton. Aha. Fú, de utálom ezt a dal. Nem, nincs benne. Oké, ez nem az, amit keresünk. Aha, ez nem az, amit nem keresünk. Vagy. Igen, mindent ő egyedül énekel fel. Ez valami sok siker. Igen. Van pár kollégám, akik a súlyzózásról posztolnak folyamatosan. Szóltam, hogy kellene egy kis segítség, rönköt kellene hasítani, nem jelentkeztek, majd felkerült egy poszt, mint egy terrautón, külső gumit püfölnek felváltva. Mert ez micsoda jó erőléti edzés. Tobi, küldte nekünk. Az én főnököm megtiltott, hogy bármilyen a saját cégihez hasonlóan foglalkozó cég oldalát lájkoljuk, egyszer megtettem, majdnem kirúgott. Ezt mondjuk értem, tehát ez értem. Igen, hogy legyél lojális a saját cégethez, ne másokat. Igen, ez abszolút.
Igen. Az én főnököm férfi folyamatosan szingli lányokkal akar ismerkedni a közösségi oldalon, mert a feleségének nincs Facebookja. Van egy 8 éves lánya is, ez Dávid. Dávid küldte nekünk. Hát igen, arról is lehetne azért mesélni. Na jól van. Oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk a beugrót, jó? Ha játszol rátok hármas ugrást, akkor ezt kell kitalálni, figyeljetek. Szép. Még olyan zene is van, mert amit nem nagyon játszunk. Vagy régebben nem játszottunk, nem tudom, mi történt az elmúlt egy hétben. Régi klasszikus magyar dal. De jó, jó kis dalocska. Kettő darab dalcím vagy előadó. Ezt várjuk tőletek, ha játszanátok. Jó, küldjetek el az SMS számunkra, mi pedig jövünk. Ákos, híre jut. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra van. Után vagyunk. 9 perccel, hello mindenkinek. Wolf Kati és Geszti Péter, milyen kis indulót írtak, nem? Milyen kis himnusz jellegű. Mint egy ilyen olimpikonoknak szóló dal, vagy egy ilyen olimpiai induló, nem? Hát. Olyan volt. Volt benne lendület. Mondanám, hogy jó két, vagy. Mondanám, hogy két jó hang, de hát... Igen. Meg fog fulladni. Jó, hát nem. Jó, Wolf Katinak van még hova fejlődni, tudom. Aha, Péter, már nem tudom. Azért mégiscsak itt van. Jó, ügyesek. Hova, jó Isten. Ügyes. Igen, jó, nem volt az. Egyébként tényleg van benne egy ilyen indulós feeling. Jobb lett volna, mint a Bocskai Téltető nóta egyébként az olimpia alatt, amit ugye meg tudtunk hallgatni, hogy emlékeztek el a kis klipre. Először nem tudtam, hogy mi az, hogy honnan ismer, és aztán rájöttem, hogy én kedvelem a történelmet, hogy az annak a dalnak az eredetie, legalábbis a szöveg, az egy a Bocskai Istvánt éltető nóta volt, bár 100 évvel ezelőtt született, de hogy olyan túl sok köze nem volt a sporthoz. De ez egy olyan dal. Ez jobb. Ez ilyen indulós. Ez most így jobban tetszik ebből a szempontból. Igen, egy ilyen kis indulós. Megosztja a hallgatóinkat a lóta. Igen. Igen, 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 igen. Hát a vérszívók azonnal rárepültek. Valami újat hallanak is azonnal. El kéne engedni. Mi ez a szar? Igen. Mi van? Geszti megtaláltál, van Csiri Gipen drive-ját. Ha még megtalált volna. Nem tudom, mi van velem. Annie Hill? Nem. A hangodon is rajta nem, egyszerűen meg fogok fulladni valamiért, nem tudom. Na, azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon, mert néhány hallgatónk volt, olyan drága küldött nekünk közlekedési híreket, vagy hírt. Ülői úti felüljáró baleset, 2 kilométeres a dugó kerülni, Üllő felé célszerű. Gödöllőnél mérnek az Ady Endre sétányon a kanyar után, ezt Laci küldte nekünk, valamint Hegyeshalom 8 kilométeres a sor, egy szállító írt a Szlovákiából. Kapi úton busz lerobbant, a körforgalom a Pasaraiti téren teljesen beállt, kerüljetek, meneküljetek. Üllővecsés elkerülő monor felől elesett, a lámpás kereszteződés szíven szúrta a forgalmat. Timi Timey tímea küldte nekünk. Szerintem én nem tudok ma olvasni, gyerekek. Hajtam, mindegy érzetek utána van egy más portálon. Szent befelé áll, ez a lényeg. Jó? A harmadik kerület befelé, a Szentendrein beállt. A 13-as úton megyek kombájnal, mindenkit megkérek, ne anyázzon, nem jó kedve, bemegyek itt. Imádlak, hogy szóltál, köszönjük. Zoli, drága vagy, hogy elküldted. Kunszentmártonnál útjavítás, félpályás útlezárás a 44-es főúton. Szintén a 44-es főúton Szarvas és Kondoros között aszfaltoznak. Uh-huh. Balú küldte. Állabál az M5-ösön Ócsától, a sor 6 km hosszú Szeged felé, Csepelen szakad az eső, ott is készüljön mindenki, és 3 lábú van Gyöngyösön a Petőfi úti automosónál. Szuper. Ezt Bonzi küldte nekünk. És már most szólok, holnaptól csütörtökig európai ellenőrzés, sebességmérés, az összes Trafipax üzemben lesz 3 napon keresztül. Azt a basszus, megint le kell takarnom. Egy számot. Ez egyik számot előtt, most megint le kell ragasztanom egy számot. De most miért kapjuk ezt? Ez minden évben van, ez egy ilyen nagy európai összefogás, és ez idén most van, vagy most is van, tehát holnap kezdődik, reggel is csütörtök estig tart, és mindenkit mérnek. De akárhol megy, még téged is. Azt a mindenit. Tehát futsz az 50-es villamos felé, hogy lenekést hajnalba, de most 5 perccel előrébb állítottam az órát, hogy nekem fut, mert utálok reggelig. Úgyhogy 3 napos. Európai ellenőrzés. Igen, azt a mindenit. Próbatosan.
Óvatosan és az ebből származó büntetésük, azok EU-s pénzek lesznek? Nem, vagy? A hazai. Ja, jó, tehát a lóvé az hazai, csak a, ez a, az, az eszme, az idea európai. Mi van a kis büntetés halmazoddal, akartam is kérdezni. A kis büntetés hegyeddel, hegyvonulatoddal. Hát legyen annyi elég, hogy behaladtam az ügyfélszolgálatra, ami ott van a budaörsi Ajibkút mellett. Mondták, hogy sebessén úr végre. Kinyitjuk köszönjük a szépen a nagy befizetők ablakát. Igen. Azonnal erősödni kezdett a forint, és csökkent az államadósság, csökkent a hiány. És, honnan és van magának ennyi készpénz? A pénzügyminiszter a levegőbe de csapott, hogy köszönjük szépen. Inflálódni kezdett, hiszen csomó pénz jött be a forgalom. Ezt én nagyon elnéztem, gyerekek. Ezt én nagyon-nagyon csúnyán elnéztem. Hát körülbelül olyan 3 éves autópálya matricának az árát néztem én el. Aha. Ezzel a kis... Aha. Tulajdonképpen megye matricai történet. Tehát ott, én ott csúsztam el, hogy, hogy elcsúsztam. Aha, ez vagy így, úgy. Hogy elcsúsztál, és akkor el igen, voltál a... csúszva. Igen, ide hívok néhány jól megpázolnék, hát feszíti, most regesztő pisztolya. El leszel utazva, és akkor el vagy utazva. Hogy a ponyvaregényben volt. Nem, elmondom, mi volt a hiba. Hogy Viki szállított az anyósomat haza. Már csak belekeverted alagy a feleségedet, és jó. Tényleg. És amikor én elindulok az autópályára, mindig veszek SMS-ben. Én elfelejtettem, hogy én más útvonalon viszem az anyósomat, és én lejövök a nullás azon szakaszáról, ami még nem fizetős, és elmegyek ott Soroksár fel, és úgy viszem haza. Ő viszont az új nulláson átmegy, és ott a gyáli résznél jön le. Mert te mindig rövidebb úton nagyon gyorsan szoktad hazavinni az anyósomat. Igen, kipeckelt szájjal, hátra bekötözve a gyerekülésbe, és megkérem, hogy ne nagyon könyörögjön, úgy se engedem el, és nem hagyom beszélni. És ezzel az ingázással, hogy ő 4-szer, 5-szer hazadobta, ugye a megye matricát nem használta, tehát nem is Budapesten kívül, csak az már fizetős ez a nullás rész, és akkor így. Hát Viki szörnyű. Felhámozódott. Szörnyű. Felhámozódott. De úri ember voltam, nem kértem számon. Tehát nem mentem. Ja, nem fizetetted ki vele? Drága az út volt, mama. Olyan jó fej vagy. Érted. Rendeztem, amit rendezni az kell. A közös éve együtt, meg az a két gyerek, oké, de fizes ki. Nem, hülye vagyok, hát vennem kellett volna egy megye matricát 5000-ért, és akkor meg vagyok. Úgyhogy befizettem ősiesen. Hogy én azóta nem futok bele semmi ilyenbe, amióta egy pár évvel ezelőtt, már nem is tudom hány évvel ezelőtt, még fiatal voltam, volt hajatarkom. Akkor nagyon rég volt, megfogadtam a tanácsodat, a te tanácsodat, amit egyébként neked is meg kellett volna fogadnod akkor. Igen. És minden év elején szépen megveszem az évest, aztán oda megyünk, ahova akarunk, ott bóklászunk, ahol akarunk. Ez egy nagyon-nagyon szép, nagyon jogkövető és egy nagyon helyes magatartás. Hát ezt én a saját káromon tanulok. Igen, meghallgatjuk tőled, hogy gyerekek, az éves matrica. Igen, nem mondom, azt most ezt a menye matricát néztem be, de hát mindegy, most már megvettem jó, a menye matricát. Ha van évesed, akkor nem kell a megye. Akkor nem, akkor jó vagy mindenhova. Jó vagy mindenhova. Igen. Semmi, hát most kicsit hozzájárultam az államkasszához. De aranyosak voltak. De nagyon normálisak, nagyon kevesek és nagyon flott. Ugye ott a Budaörsi kútnál, hogy te fölfele mész a McDonald'sba, igen. Egy lépcsőn, a lefele mész, ami nekem soha nem tűnt föl, hogy lefelé is vezet egy lépcső, az az ügyfélszolgálat. Aha. Bemész, nyomsz egy sorszámot, egy perc múlva behívnak tártkarokkal, forró kávéval, teával, köszönjük meg azt a hozzájárulást, a nagyobb készpénzösszeget, amivel te befizeted, csak ott át tudsz iratni matricát egyik autóról a másikra, tehát ott mindent elintéznek. Ja, és 5 perc múlva jött a telefon emberünktől. Ugye nem fizette ki. De hívott, hogy hallom, a szabadságod alatt rendezed a tartozásod. Mondom, nagyon durván mennek itt a hírek. Egy perc alatt fölhívott, hogy hát akkor köszönjük szépen. Mondom, igazatok volt. Végre ők is hibáztak nyaralni. Nem ti hibáztatok azzal a levéllel, hanem értem, hogy miért jött, és akkor így rendbe kellett tenni. Jó, hát haza is haladás szolgálat. Hát most ennyi. Érted? Én megelégszem a társasággal, ebből... az iparűzésével, a magánszemélytelről, ekkóval. Nyugtasson meg a tudat, majd a mész az új nem tudom, 85-ös átadott részén, az valahol akarsz Bali, egy 3 kilométert abba Bali belepakolj. Ez az aszfalt. Bali, az ott Bali aszfalt. Hát kicsit abba ott belepakoltam, igen. Hülye vagyok az a baj, hogy tényleg az ember öregszik, de vannak dolgok, amiket egyszer nem tudok átütni magammal. Mi van a Gangsta Zolival, azt mondjátok meg nekem, mi ez a szappanopera? Mert hogy néhány közszereplővel kapcsolatban hozzá vagyok szokva, hogy szappanopera zajlik már, ami a magánéletüket illeti, de Zoli nem tartozott ezek közé. Uh-huh. És arra kellett visszajönnöm a Szabiról, hogy öngyilkos hangvételű üzenetek Zoli Facebook oldalán, mi is próbáltuk elérni egyébként. Ki van kapcsolva? Nem lehet elérni. És masszív halálvágyról tanúskodó, mélabús,
hát hogy is mondjam, posztok a Facebookon. Nagyon fura. Mi történt? Én először azt hittem, hogy valami ilyen bulvárújságírós túlzás megint, tehát hogy valamit megint félremagyaráznak, megint valamit felturboznak, túlhájponak, stb. Csak azért, hogy az ember oda kattintson meg, hogy elolvassa a cikket, mert hogy ez a fajta viselkedés, azért valljuk be őszintén, nem volt jellemző eddig az Zolira. Ő egy kőmacsó, vagy legalábbis ilyenek ismertük meg, ez a fajta érzelmesség, meg ez a halálbegyvény, előtte is beszélsz, ez a kicsit ilyen szuicid gondolatokat sugoló posztok, hát ezek marhára nem voltak rá jellemző. Nyilván fölfújta a bulvárújság azért ezt a posztot, meg ami érdekes, hogy ő ugye a saját, hát hogy is mondjam, hogy így a barátainak fönntartott Facebookon írta ezt ki, az ok pedig ugye az, hogy hát elment az ő szerelme, elhagyta őt. Van ugye 24 éve fiatalabb barátnője, igen, vagy volt, most nem tudom, hogy kell fogalmazni, hogy éppen merre tartanak, próbálják-e még rendbe hozni. És akkor a szakítást megírta az újság, és ezen az Zoli kiborult? Nem, a szakításon borult ki, de annyira kiborult ezen, hogy ő tényleg ilyen öngyilkos hangvételű SMS-ek, vagy posztokat rakott ki, hogy vége mindennek, nem tudja, hogy lesz tovább. Uh-huh. És akkor azért úgy azon lehetett aggódni. Aztán megjött az a poszt is, hogy elmentek a... Mert hogy elküldte az újságírókat, hát akik aztán felkapták ezt a dolgot. Nyilván, akik először felkapták a hírt, hogy úristen, gangsta Zoli öngyilkos lesz, és mert elhagyta a barátnője, és akkor erre a Zoli reagált egy csúnyát. Hát hiába mondod, mert ugye barátok ide vagy oda, azért a barátok között mindig van egy-két olyan barát is, aki szívesen földobja. Jó pénzért vagy egy szívességért cserében. Ja, hogy utálom ezt a Facebookon? Ez is van, de hát... Egyszerűen nem is, tehát komolyan annyira utálom. De azt te döntöd el, hogy mit teszel föl rá, ha ő ezt fölírja, akkor annak megvan az a következménye, hogy ő, mint közszereplő, igenis ezt egy újságíró el fogja majd olvasni. Hát igen, ezért nem értem az Zolit egyébként, hát hogyha te kirakod a magánéletedet a Facebookra, hogy neked most éppen szerelmed van, majd kivel vagy, ami a tényleg a legbelsőbb magánügyed, és utána te kiposztolsz ilyet, akkor nyilván azt is megírják, hogy szakítasz, és teszem hozzá egyébként, hát most lehet, hogy nem írták meg nagyon valósághűen a dolgot, de én is olvastam ezeket a bejegyzéseket a Zolitól, hát ezek elég furák, hogy most tényleg nincs értelme az életnek, meg puskaropogás, meg mi van az élet után, meg jaj, nem tudom. De hogy az ember ezen ne csodálkozon, hát ha te valamennyire a kirakatban éled az életedet, akkor persze, hogy utána megírják azt is, amit te posztolsz. Nem? Csak nem, szóval nekem mindig olyan fura, hogy élek valamit, megmutatom a feleségemet, barátnőmet, majd amikor mondjuk nekünk válságba jut a házasságunk, akkor megkérem az újságírókat, hogy most hagyjanak békén. Hát ez nem így működik. Igen. Hát ezt a Hajdú is elsütötte, és ez nem így működik. Ő, aki ebből él. Aki kiárulja a magánéletét. Aki tulajdonképpen a nyilvánosság előtt oszt meg magukról mindent. Kis születésnap, névnap, kutyás, otó, hol vagyunk, mint csak. Majd történik valami rossz, akkor azt ugyanúgy el kell tudni viselni, hogy akkor arról az újságírók írnak. Szóval ez egy ilyen okokozat. Ez nem igaz, értem. De azt posztolom, ami jó, de aztán, amikor rossz, akkor megkérem, hogy meg most hagyjatok békén. Hát azért a bulvár nem így működik. És az újságírók sem most egyébként teszem hozzá, meg kell védeni őket. Hát igen, ez nem? Most két külön dolog, ugye, mert a Zoli esetében ott nyilván az van, hogy történt valami, és mindenki elkezdte fejtegetni a szálakat, anélkül, hogy tudott róla hogy tudta volna a valódit. Oké, csak azt ott túlírták. Tehát arra jött a Zoli reakciója, aki azt írt, hogy menjen mindenki a francba, a Hajdú eset, az megint egy másik kérdés, abban neked tökre igazad van, hogy aki egyébként ebből él, vagy ebből is él, és mindent kitesz, akkor ezt is tegye ki, hogy gyerekek, most itt tartunk. Igen. Én nem értem ezt az egész Facebookot egyébként, hogy mi ez a hihetetlen, elmúlhatatlan vágy, hogy az emberek ennyire a külsőségekre alapozva mindenki előtt éljék az életüket és a magánéletüket. Egyszerűen én nagyon sokat gondolkozom ezen a Facebook jelenségen, és mindig nem fejtettem meg. Hogy mi az alapvető mozgató rugója annak, hogy te eszel valamit, vagy csinálsz valamit, vagy valahol lefotózod és megmutatod, hogy hol vagy. Nincs rá nekem, még nincs rá magyar. De miért akarod megmutatni? Nem tudom megmagyarázni, még mindig nem jöttem rá. Kapsz rá visszajelzést, kapsz rá lájkot, és akkor tudod, hogy ők szeretnek téged. A szűkebb környezetettől, tehát hogy legtöbb ember azért hogy éli a magánéletét. Van körülöttem, itt tudom én, a családtagjain kívül jó esetben 1-2-3-4 olyan ismerős, ne adj Isten barát, illetve adj Isten inkább barát, és akkor így tőlük jönnek, vagy nem jönnek a visszajelzések, de ők ismernek téged, viszont a Facebook segítségével, egy közösségi oldal segítségével, egy rakás más emberhez is eljuthatsz, azon, mit tudom én, az ország másik vége, akár a világ másik vége, és akik belájkolnak téged, figyelnek rád, törődnek veled, és te ezt így is éled meg, hogy figyelmet kapsz, hogy törődést kapsz, és de valójában meg azért bajok bőszintén sok esetben. De a Facebooktól kell törődést, vagy figyelmet. Igen, mert az emberek kapcsolatai már nincsenek.
Tehát rendes emberi nagyon kapcsolatok, az meg nem hiányzik az emberek nagy részének, hogy annyira kiüresedett az életük, vagy annyira magányosak egyébként, és ezt a magányt sok esetben nem is veszik észre a környezetükben élő emberek. A szeretteik, a családtagjaik, a barátaik, az ismerőseik, és arra vágynak, hogy valaki megvigasztalja, megsimogassa egy kicsit. Ez pontosan ugyanolyan, mint amikor ugye szabadságidőn mindig felmásznak az öngyilkos jelöltek, vagy akikről azt gondoljuk, hogy öngyilkosak akarnak lenni. Ezek az emberek jó részt, hála Istennek, nem akarnak öngyilkosak lenni, csak fel szeretnék hívni a figyelmet magukra, a problémájukra. Azt szeretnék, hogy oda menne egy rendőr, egy tűzoltó, vagy egy ombudsman, vagy egy ilyen ismeretlen ember. Azt jobban megértem, mint hogy előtted van egy tök főzelék fasírozottal, és akkor csinálsz egy fotót, hogy a mai ebédem. Ezt nekem senki nem magyarázza meg, hogy ez egyébként egészséges. Tehát, hogy nem, ez szerintem azért ennek van egy sokkal mélyebb értelme, meg egy sokkal mélyebb dimenzió ennél, hogy valójában mit üzensz az életedről, vagy mit akarsz üzenni, vagy milyen mögöttes tartalma van ennek, hogy te mindent a Facebookon teszel meg, és élsz meg, és osztod meg másokkal, hogy valójában nem tudom, még mindig nem jöttem rá. Hogy több akarsz lenni, mint ami vagy, vagy többet akarsz mutatni, vagy vágysz az elismerés. Nem tudom megfogalmazni, de nem értem magát a jelenséget. Nem csak a celebeknél, senkinél. Nem is, mert ha többet akarsz mutatni, az szintiszta sznobbizmus. Tehát az, amikor el akarsz hitetni magadról valamit, ami nem igaz. Egy utcán parkoló Ferrarival fotózkodás, és ezt kiteszem. Igen. Az például, azt abszolút nem ért. Az a csúcs értetetlen. De irigyellek, Lajos, hogy ott állhattál a parkoló. Igen, egy percig ott álltál mellett, és hazamentél. Pedig én is ott mentem mellette, mert én is a Soroksári Osamba vásárló. Tehát, hogy abban mi van? Az új Verdám. Tudjuk, hogy nem. De miért lefotózódsz egy Starbucksban egy kávéval a kezedben, hogy hát ma reggelem egy smiley ellen. Igen, és kávézol. Jól érzem magam. Iszom a kávét. De mit várok el? És tökre értem, hogy most ne azt nézzük, hogy celebek, hát működtetik, pénzt keresnek belőle. Nem erre gondolok. Tehát, hogy mit tudom, celebek vannak, akik ezt üzletszerűen működtetik. Persze, ez egy forma, ahol te tudsz kommunikálni. Én ezt tökéletesen értem. De most tekintsünk el attól, hogy nem egy rajongói oldalt üzemeltetsz, hanem te vagy XY valahol, és te lefotózol magadat egy kávéval a kezedben. Érted? Egy smiley ellen, hogy a ma reggelem. Közlöd és a akkor... világgal, hogy élsz, és kávézol, és süt a nap. Én tudom, hogy rettenetesen analóg csávó vagyok. És van rá pénzed, hogy Starbucksba megy. De igen, tehát hogy az üzenet az, hogy azért kicsit ott tudok lenni, és meg tudom engedni, és van a egy Starbucks kávém, és én ezt lefotóztam, és jól indul a reggelem, neked nem? Vagy hogy a tiéd milyen, Józsi? Vagy Gabikám, a tiéd is ilyen? Tehát, nekem például... Nem, ennek nincs értelme, ez nem egy jó világ, ez nem ez a jó irány. Na nekem ez például bejönne. Tehát, hogy ez a reggelem, és akkor ott van egy ilyen kicsit, látszik rajta, hogy nem annyira tiszta pohárkában, mondjuk ott van egy kis izé, a kotyogosból éppen kiöntött kávé alatt egy már összepecsételt lokál, félbetört koktélkréket, tudod, érted? Ebből a rengeteg kifelé élésből szerintem úgy megy el melletted az élet, hogy valójában nem éled meg a pillanatot. Tudod, mi van? A fotót nézed, a kávét rakod be, a kezedet állítod be, a kaját csinálod meg, és ahelyett, hogy megélnéd, hogy élveznéd, hogy ez neked ott van, ehelyett mindig azon kattogsz, hogy tudom ezt megosztani, és hogy elindul benned egy vágy, hogy ezt a világ tudtára hozd, hogy neked most jó. De hogy ez alapjában belül... Akkor kényszer. Akkor ennyi. Mesélni akarsz magadról, mert egyébként a kutyát nem érdeklő, te kávézol reggel. De hogy lássák? Vagy igen. Más tudja, hogy neked... te most itt áll egy kávét? Hát az emberek milliárdja isznak kávét reggel. Lehet, hogy nem a Starbucksban, nincs rá pénzük, megcsinálj ott a kis kotyogosba, megiszta, és aki sokkal jobb. Na, képzel azt a képet, azt a fotót, amit az nem leszek leírtam, soha és akkor aláírva azt, hogy az én Starbucks. Érted? Akkor az már, akkor de én azt még jobban szeretem. Kicsit kávéfoltos. Tudod, mi van? Elindultunk abban az irányba, hogy az emberek félnek, hogy értéktelenek, ha nem mutatnak meg valamit magukról, hogy értékesek. Érted? Mert én nem. De jó. Érted? Tehát, hogy van bennük egy belülről jövő ilyen generális szorongás, hogy lemaradok, ha én nem mutatok meg valamit, hogy az én életem is nagyon jó. Tehát, hogy nekem, ha elmegyek hétvégén pecázni, fognom kell egy nagy halat, le kell fotóznom, hogy lásd, hogy az enyém is jó, mert közben látod, hogy másnak mennyire jó. De és egy ilyen tömegpszichózis az egész, hogy nekik is jó, nekem is mutatnom kell valamit, mert akkor én értéktelenebb vagyok, ha nem vagyok, és nem mutatok. Valószínűleg igen, hiszen Facebookozol, és látod, hogy kinek hol miért jó éppen. De most egyébként fogod egy kapitális pontot. De a kapitális pont persze azt tegye ki. De csak azért ne kérjen kölcsön a szomszéd forgásztani. Az egész Facebook szerintem egy ilyen
Hát nem is tudom, tényleg egy ilyen tömeg. Önigazoló. Egy ilyen tömegpszichózis, amiben vannak az hát emberek, igen. Hogy meg kell mutatnom, hogy érek valamit, hogy értékes vagyok. Igen, meg benne van szerintem a magány is. Tehát az, hogy ezek az emberek, ezeknek nincsenek társaik valójában. Tehát nem élnek igazi. De minden Facebookozó magányos, hát nem gondolnám. Figyeltet, hogy hát azért itt is nagyon sokan Facebookoznak. Ez a közösségi portál elnevezés, ez szerintem egy zseniális skatúja, mert hogy tényleg erről van szó. Tehát ezek az emberek azt hiszik, hogy rengeteg barátjuk van, rengeteg ismerősük van. Ez ugyanaz, mint ami annak idején az Ivy volt, ugyanolyan, mint bármilyen más. Azt hiszed, hogy rengeteg barátod, rengeteg. De ezek a barátok, ezek nem barátok valójában, ezek csak ismerősök. Sőt, még sok esetben azok sem. Ez ahogy hívják, de hát egy óvodába hordjuk a gyerekeinket, és... Tehát látásból ismerjük egymást, akkor bejelölöm a buszvezetőt is, meg a villamosvezetőt, mert minden reggel hogy találkozunk. Hogy neki? De nem. Nem, egy érdekes. Csak most mi van az Olival? Jól van? Azt én most írtam. Írtál és válaszol? Mondja el adásban, szívesen meghallgatjuk. De pont ezt írtam neki én is, hogy ha gondolja, akkor mondja el, mi van, mi történt, egyelőre semmi nem ér semmit rá. Úgyhogy nem reagál sem. De ugyanúgy a Vikiék is. Na ebből ne legyen megint tőled egy cikk most 5 percemből az egyik bulvárlapban. Meghalt. Igen, nem reagál az esemény. Ne tessenek ebből, hát drukkolok. Valószínűleg edzése van, mert azt szokta csinálni hétfő reggel, megy boxolni. Nem. Na mindegy. Játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk, hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello Lajos, ciao. Szia Balázs, sziasztok! Szia Jani! Jó, lehalkított picit a rádiót, Lajos? Persze, ki is kapcsolom. Jaj, de jó, ja, nekünk sokkal könnyebb. Úgyis ez Lajos. Lajos, mit csinálsz? Igen. Dolgozol? Így van. Mit dolgozol, Lajos? Benzinkúton vagyok, és most adok éppen visszajárult 2003. Számolt ki. Szóval csinálj, nem akarunk feltartani. Köszönöm szépen. Meg vagy? Igen, itt vagyok. Volt borra való? Nem jellemző itt. Nem jellemző? Nem. Pár forintot is visszakérnek? Van, igen, ez meg hát próbálnak úgy megállítani órát, hogy pont végösszeg legyen. A minden. De egyébként borravalóból is élsz, tehát fizú és borravaló? Hát a borravaló az mondom nagyon csekély, tehát nagyon-nagyon kevés. Merre fele van ez a kút? Én ez az előbb fülentettem az annál, ez nem Debrecen helyileg, Debrecentől a legelső kis falu, Hajdúsáncson. Tehát egy ilyen kicsi lélekszámú. És tankol valaki, nem tudom, 2900, nem tudom, 83 forintért, és akkor visszakéri a 17-et? Nem, megpróbálja 2990-nél megállítani, 99, tehát 2999-nél. Ja, értem. Tehát, hogy 3001 forintnál áll meg, tehát így, hogy ne kelljen. Aha, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy van egy alapfizió, és akkor borra való, de hát ha nem adnak, akkor... Hát itt náluk ez nem jellemző. Nem jellemző. Nincs sajnos. És mekkora a forgalom a kút, Olajos? Elég kicsi. Igen? Hát egy pici kis kutacska. Legalább tudsz játszani nyugodtan, nem zavarnak a vevők. Ilyen a reggeli mozgódás az megvan, és akkor utána van egy ilyen holt idő, amikor ilyen semmit tevés. És akkor délutáni órákban ismét majd van egy mozgódás. Tehát munkából az a óvoda iskola, ami még most éppen nem indul, de... Gázcseréltek? Elmegy, Jani, cseréltek egy gázt. Gázcsere van? Cseréltek gázt? Én palackot? Nincsen. Dekár, nénik bácsi. Kettő darab kulcsfáj van, egy benzines, egy gázolaj. Na jó, van, Lajos. Figyelj, akkor mondjuk az első kérdést, jó? Milyen nemzetiségű volt a kis hablány című meseírója? Ugye hát összetett, ki írta, és akkor ő milyen nemzetiségű volt? Kis hablány. Annyira szabad lett volna. Barátságos első kérdés. Ez az. A szóval nincs. De várj, ki írta? Ki írta a kis hablány? A legismertebb talán. Andersen. Ahogy van. No. Igen, milyen nemzetiségű volt Andersen? Dán. Na látod? Nem akarsz gondolkodni. Látod? Az a baj. És lehúzott ezt, hogy elmaradt megint a borra való, nem akartál agyalni rajta. Már eresztetted volna a dolgot, miközben tudod. Eldobtad. Igen. Magadban, Lajos! Segített valaki, vagy egyedül jutottál el ide? Ahhoz, ahogy is lefagytam, mint ahogy általában mindenki, aki élőbe kerül hozzátok, meg úgy örültem volna, hogyha két lányom itt van, mert lehet, hogy ők többet segítettek volna. De hát látod, hogy megtudoltál egyedül, csak jó vagy. Na figyelj, menjünk tovább? Persze. Melyik világhírű színész feleségei voltak Mimi Rogers, Nicole Kidman és Katie Holmes? Ki a színész? Tom Cruise. Az. Tudod, hát egyre jobb vagy.
Na, mi legyen a harmadik kérdése? Azt megsúgjátok, hogy milyen jellegű? Vagy hogy milyen témában? Madaras, madaras. Madaras, állatvilág. Akkor én ezt kihagyom. Nem szereted a madaras kérdéseket? Hát, hogy mondjam, félek a fagyástól, meg félek attól, hogy... Aha. Aha. Jó. Jó, ahogy gondolod, Lajos, hát nem erőltetjük. Lajos, ezt figyelj, úgy fogod bánni, ha holnap meghallod majd. Úgy mondod? Akkor nem tudom, bízok egy búgóba, egy órában. Na, Lajos, hát te legyél ennyire kisítő. Na, hát figyelj ide, menni fog ez. Mi nagyon hiszünk benned. Jó, nézzük a madarat. Jó, de most miattam nem menj tovább azért. Így van. Hát figyelj, Fetó, ha jöttök legközelebb Debrecenbe, még novemberig megoldjátok, akkor majd megbeszéljük. Kapsz egy kis dízelt az olmozatra helyett. És köcsög, beleloboltál a harmadikban. Most akkor én 3000-ért tankolok neked majd, aztán majd meglátod, milyen jó lesz. Na menjünk neki, segítünk egy kicsit, jó? Jó, rendben. Úgyis olyan borús ez a reggel, meg olyan nyomat, nem lehet, hogy elvegyük tőled ezt az ajándékcsomagot. Melyik madár Új-Zéland egyik nemzeti szimbóluma? Új-Zéland. Milyen madár ez? Na, van egy ilyen gyümölcs is. Így van, erre vagyunk kíváncsiak. Gyümölcs? Igen, nem a narancs. Így van. Alma. Új-Zéland, gyümölcs, madár. Ó, most nagyon C-vitamin megtudtam. Zöld. Az van. Na jó, szőrös. Szép, barna. Na, nem tudom, jó, tényleg mindent elmondtunk most már. Savanyú, zöld, szőrös, kb. Következő. Így van, nagyon jó. Látod, Lajos? Látod, milyen jó vagy te? Hát ti is nagyon jó helyek vagytok. Nem, hát ez Lajos, hát ez nem. Amit tudsz, azt tudsz, hát ez nem kell ebből ránk enni ezt a dolgot, mi nem volt benne. Hát most érted. Küldjük hát az ajándékcsomagot. Hát akkor tényleg fogunk találkozni, és látok a legközelebb erre. Így van. Meglátogatunk, ha megyünk arra felé. Jó? Jó. Szél időmosásra jók vagyunk nála. Igen. Szala azt írja, ne félj a fagyástól, van a kúton fagyáló. Így van, köszönjük, így van. Köszönöm. Szevasz. Jó munkát, ciao, hello, ciao. Szeretjük a kutasokat. Tényleg? Megérdemelte, nem? Meg! Egy hős. Egy hős. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva, itt vagyunk már is, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Több mindennel foglalkoztunk, felhívtuk korán reggel Bodzolit, aki elmesélt nekünk egy nagyon helyes történetet. A rendőrség adta meg éjszaka a számát valakinek, aki azzal hívta fel, hogy csipognak az orhideák. Igen, hosszú volt a szolgálat valószínűleg, és egy picit fel akarták dobni az estéjüket a rendőrök, és akkor kitalálták ezt a felhívást. Vagy egy olyan Bodzolinak, hallod? Biztos örülni fognak, hogy ajnok kettő van, várjunk még egy órát. Más kérdés, hogy ezért jó megoldás a rendőrségtől valójában Bodzoli telefonszámát megint valaki a telefonon csipognak az orhideák. Szóval, hogy ott azért lehet, hogy el kellene egy kis segítség, jó, nem? Biztos van egy ilyen kis doboz fönt a falon, ilyen üveggel, tudod, hogy végszükség esetén, és akkor azt be kell törni, és ott van a Bodzoli. Szóval felhívtuk Zolit, mesélj el, hogy mit lehet akkor csinálni, amikor éjjel felhív valaki, hogy csipogó orhideák vannak a lakásában, menjen ki segíteni. Zoli elmesélte, hogy ez történt fel a múlt héten, hát hogy oldotta meg a dolgot. Csúnyán lehet beszélni, és hogyha sokat beszélsz csúnyán, akár még lova keresztet is kaphatsz. Egy kínai cégvezető azt az utasítást adta az alkalmazottaknak, hogy minden Facebook posztját lájkolják, vagy ha nem tetszik, akkor 2000 forintnak megfelelő pénzbüntetést kapnak. A beszámoló szerint volt olyan dolgozó is, akit egy hónapon belül 3-szor megbüntettek, mert nem szólt hozzá a nagyfőnök bejegyzéséhez. Ez Kínában van, próbáltunk annak utána járni, hogy Magyarországon van-e ilyen, és hát kicsit sem meglepődve tapasztaltuk, hogy itt is nagyon sok munkahely várja el azt, és nagyon sok főnök, hogy szeressék az ő általa feltöltött képeket, lájkolják és szóljanak hozzá. Megkértük hallgatóinkat, hogy írjátok meg nekünk, milyen idegesítő posztokat láttuk a kollégáktól, főnököktől, mit posztolnak, mit írnak ki. Szenzációs SMS-eket kaptunk és hozzászólásokat, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt kívánok, hát ezzel a hanggal szeretném ma köszönni a kedves hallgatókat. Hogy világ életemben ezt gondoltam, és mindenkitől elnézést kérek, hogy a szénanátha vagy allergia az a városi puhányok betegsége, aki vidéken nőtt fel, annak ilyen betegsége nincs. Ez valószínűleg azért van, mert én gyerekkoromban vidéken élve nem találkoztam allergiával, csak már a fővárosban találkoztam allergiásokkal. Hát most városi puhány lettem én is. Elkapottad. De ennyi. Szemed, hát figyelj, ezek hát, a zacskók, táskák, szemszomány, bőröndök, ez nem is tudom. Látszik rajtad.
Hát egy gyerekkorodban, mert a gyerekkorodban ott volt, hogy mindig kim voltál a zöldben, loptátok a Csaba gyöngyt a szőlőben, kergetett benneteket. Papsajtot ettünk, a fűben fekve egyetett papsajtot. Hogy a oda, hogy a húzott, azt mondta, hogy papsajt, te meg megetted meg. Mert elhitted. Mi ez a parlakfű? Vagy most milyen a lehet? Ez parlakfű van most. Az, tehát 2 évvel ezelőtt volt valami hasonló, akkor elmentem megvizsgáltatni, azt mondták, hogy parlakfű, de nem olyan veszélyes, nem olyan vészes. Hát, csak a most már az lett. Hát figyeljetek, amióta én megcsináltatom az orromat, semmi. Igen? És konkrétan 19 éves korom óta ez nekem évről évre mindig ugyanolyan problémát jelentett, mint most a Csabinak, sőt. Nyomassak én is egy vésőt az orromban? Szerintem simán. Aha. Hát ráadásul ez nem is vésős, hanem egy endoszkopos beavatkozás volt. Ja. Semmi fájdalom. Amióta ezt megcsináltuk. Ez az allergiád is elmúlt? Igen, igen. Ugyanis az van, hogy nem, lehet, hogy az allergia nem nyilvánul meg olyan drámai módon, mint akkor, mert ugye az orsóvényferdülésen az allergia még rá is tett. Tehát annyira összeszűkültek az orrjárataim, hogy nem kaptam levegőt. De azóta, amióta megcsináltattam, semmiféle ilyen problémám nincs, és tök jó tudok aludni, nincsen gond. Mit akarsz ezzel sugallani, János? Hogy menj el és csináltasd meg. Keresd meg Molnár Gertelkát. És nézesd meg. És szedsz valamit az allergiára? Szedek persze, most nem mondom be a nevét. Nem, nem arra gondolok, nem hogy gyógyszert. Hát szedhet egy csomó minden mást is, homeopátiát, gyógyszert. Az van, a következő van, tehát ez tegnap délután indult el. Tehát múlt héten semmi bajom nem volt, és aztán jött ez a szél, meg az eső, mondják is, hogy ez a, nem tudom, a légköri nyomás így lenyomja a polleneket a földre, és akkor az érzékenyek ilyenkor jobban, nem tudom. És tegnap délután óta én fekszem a földön, és... Állj föl azért, mert ott közel van a pollen, tudod? De nem bírok, tehát hogy ez van. És otthon találtam egy ilyen allergia elleni készítményt, nem biztos, hogy pont erre való, de a tüneteket csökkenti, vagy visszaszorítja. Az okos férfi, találtam a fiúkban. Kicsit lejárt, kicsit nem arra, kicsit régi, de hármat egyből, hogy a lejárati idő csak a gyógyszeripari lobbynak a kontrolálmányát. Jó, még az még 10 évig. De 2009, milyen baj, jó még az? Hatott? Jobban vagy? Egyébként sokkal jobban. Ha nem vettem csak volna be, akkor mi lenne? Na, azt ne tudjátok meg. És vannak ilyen különleges kéréseid otthon, hogy most ne ülj az arcomra, nem kapok levegőt az orromon? Ilyen kérésem még sosem volt. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Aztán búcsúzunk. Múlt héten voltál, vagy te is Szabin voltál? Szabin voltam. Szabin voltam. Rápihentem erre a betegségre. Hogy most bírjam. Igen. Erővel. Hívjuk a nap hallgatóján. Morning show. Hello, jó reggel. Ciao. Hello, nem írtad alá, hogy hívnánk? Gyuri. Gyuri, honnan hívtál minket, illetve mi hívtunk, hol vagy? Most jelenleg Pécsen vagyok. Pécsen. Na, a Facebookról beszélgettünk, illetve Zoliról ugye a hírek után, 9 óra után, és magáról a jelenségről, hogy jó, nem jó, szeretjük, nem szeretjük, nagyon helyes, amit írtál, a legveszélyesebb, akik nem Facebookoznak, azt se tudod, merre járnak, mit csinálnak? Semmi info. nagyon szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Jó, egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot. Neked is jó munkát, köszönjük, minket hallgatsz, ciao. Csabikám, milyen zenéid lesznek? De egy kérdést engedj már meg, hogy álnéven sem vagy fenn, és nem vagy kíváncsi arra, hogy mit posztol az Anazoli, vagy bárki más? Nem, Instát azt csinálom, aha, a Morning Show, de hát Facebookon egyáltalán nem vagyok semmilyen szinten. De álnéven se sehol, tehát hogy így nem. Nehéz nagyon ezt elképzelni, nem? Tényleg, akkor tényleg. Ő nem is létezik. Egyáltalán az, nem az, érdekel. Az, aki veszélyes, annyi meló van saját magamon, hogy egyáltalán nem érdekel más élete. De tényleg, komolyan, tehát hogy egyáltalán nem. Nem követlek téged, se Ferit, se. Az újságírók úgyis kitalálják helyettet, hogy mit csinálsz és hol vagy éppen. Az meg a másik. Akkor nem dobok csontot. Hát most nézd meg az Oli szegény, kiírta, hogy a halál nem is olyan rossz alternatív, vagy nem tudom, és most megfejtették az életét. Hát ezt nem ott na, kell hozom nektek a Major Lazert. Végre jó van. Tudom, hogy szeretitek. És ők készítik már a 4. lemezüket, ez majd valamikor csak jövő év elején fog megjelenni, de már most tudok hozni erre egy dalt, amit a Justin Bieberrel közösen készített a zenekar, és az a cím, hogy Cold Water. Wow! Jó lesz. Meghallgatjuk. Úgy jól friss. Van. Még ropog. Csabikem, jó munkát neked. Kösz. Ebben az esős időben, jövünk holnap 6-kor, vigyázzon mindenki magára. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.